kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Feri. Hello! Nézd meg azt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, igen, inkább ez marad. Gyerekek, egy nagyon kemény 12 fokkal tudtam bejönni reggel, úgyhogy azért az elgondolkodtató. Elbizony. Vissza kellett mennem, és hosszú gatyát fölvenni. Fölvettem kis sortomat, kis papucsomat, mondom, azt már nem cserélem rá, rohadjál meg időjárás, mert bejöttem mezitlát papucsra, mondom, ezt nem adom a nyárból. De mondom, azért ez így csipős. Nem meleg. Nem meleg, visszamentem, ezzel kockáztatva az időérésemet, ami nagyon ki volt így számolva. Viszont és megóvva az egészségedet. Igen, gondoltam, hogy ez nem vicces. Egyáltalán nem volt tréfás ez a dolog, nekem volt az egész reggelem, a jól felépített kis programom, hogy mit miután csinálok és mikor. Most kimentem reggel, kislattyogtam a kis alvós boxeremben, és visszamászott a csiga a házba, értitek, mire célzok, olyan hideg volt. Úgyhogy nekem is konkrétan hosszú nadrágot kellett venni, pulcsit kellett venni, minden gyakorlatilag újra. Ott nekiálltam reggel, amikor már villamos megállóba kellett volna állnom, otthon vasaltam. Igen, ilyen hülyén öltöző embereket. Itt vannak az üveggolyók, te jó Isten, hogy mit csinálják itt a Beni üveggolyói? Tegnap bejött, megnézte apa munkahelyét, aztán mondta, ezek a Beni üveggolyói. Jó, de tegnap előtt vettem neki. Tegnap előtt vettem neki egy csomag üveggolyót. Na, jó van. És megtanítottam, hogy kell. Neki? Megtanítottam, hogy kell üveggolyózni. Megtanította, igen. Hát figyelj, hát akkor ez... Jaj! Igen. Azt bocsánat, mondtam, közben itt a mikrofon beállításokkal küzdöm, mert megint nagyon nem jó nekem legalábbis. Megtanítottam, hogy kell üveggolyózni, képzeljétek el. Na. De nekem sokkal nagyobb élmény volt, mint neki. És de Einstein-doltad tőlem. Einstein-doltad, igen. Nagyon aranyosan viselkedett, nagyon jól viselkedett, és bementem egy játékboltba, és mondtam, hogy na most választatsz valamit. És nagyon szerettem, mert mindig nagyon pici dolgokat választ, ilyen 150 forintosokat. A vastag porréteg alatt. Igen, és talált egy kartonyi üveggolyót, ami 400 forintért 15 darabot, beleszeretett az összesbe, és hát megtanítottam, hogy egyet leteszel. Szerintem a régiek szebbek voltak. A régi üveggolyók szebbek voltak. Abban ilyen középen egy ilyen vastagabb, ilyen csavart minta volt. Azok nagyon igényesek voltak. Hát igazából ezzel is lehet játszani. Szerintem egy marha jó pofa dolog. Tök jó. Az igazán menők azok üvegszemmel nyomják, mondjuk. Igen. De mutasd. Memóriában valahogy a régiek szebbek voltak. De jó, mert ez ilyen belülről, mintha festve lenne. Mondjuk erre a kérdésre, erre a titokzatos dologra, hogy hogyan kerülnek hozzád az üveggolyók, arra azért nem tudtál válaszolni. Erre most nem. És erre most meglátom itt nálad. Mivel védekezek a hideg ellen? Előszemben üveggolyóit nem is. Nem tegnap előtt vettem, és tegnap itt hagytad? Valószínű az, hogy tegnap előtt vettem, csak hogy nem tudtam, hogy... És még tegnap este kérdeztem a gyereket, hogy Beni, hol vannak az üveggolyóid? És mondta, hogy kettőt odaadott a kis barátainak, az óvodámad, hogy a többit nem találja. Erre itt van nálam. Hát... Ha valami apának megtetszik. Persze. Azzal a gyerek nem játszottak be. Hozzá. Nem baj, ma újra odaadom neki, hogy nézd, megint kapsz ajándékot. Na, mit szólsz hozzá? Ilyen igénytelen üveg. Azt hittem, nagyon te ronda. Swarovskiból veszel. Nagyon ronda. Rosszul van megcsinálva egyébként. Hát nagyon ne, csúnya. Nem, nézd már, hogy ilyen felületi vackozás. Hát régen szebbek voltak az üveggolyók. Nekem van otthon egy zsáknyi, még a édesanyámiknál. Hát ez... Nekem egy darab volt, és iszony, egy darab üveggolyom volt, és imádtam, de hogy hosszú éveken keresztül mindig tökre vigyáztam rá, tökre úgy pakoltam el, hogy nehogy véletlenül eltűnjön, senkinek nem adtam oda, egy darab. Azt tudom, hogy került hozzám. Azt is biztos loptam. Vagy elnyerte valakitől. Vagy rám hagyta valaki. De tényleg egy darab volt, imádtam. Imádtam, mondjuk egy üveggolyóval sok mindent nem lehet csinálni. Hát nehéz. Én azt tanítottam a bennek, ugye leteszel egyet, és akkor arrébb mész négy lépést, és a másikkal megpróbálod azt az egyet eltalálni. Hát nyilván azért, hogy gőzerűvel neki a lépcsőnek, tudod, és darabokra tört azonnal.
De hogy ezt gyakoroltuk tegnap előtt este 9:30-kor, hogy kell egy üveggolyóval egyet eltalálni. Ez jó. Ez jó. Én támogatok mindentől, minden olyan gyerekjátékot, amiben nincsen 4 magos processzor. Jó az, csak ne az legyen az állandó. És neked is szokott egyébként a Benny így adni dolgot, hogy apa ezt vidd magad. Igen, de szerintem az, hogy egyet nekem adott, igen. Egyet nekem adott. Hoztál kettőt. Igen, a másik emlékeztél. Hányat is adott nekem a gyerek? Nem, egyébként most gondolkozom, hogy volt, mindig azt csinálja, hogy ő a kis játékaival alszik el. Fogja a kezébe, és úgy alszik, bármit kap, mindig fölvisz valamit az ágyába. És neki az egy szertartás, hogy ő azzal alszik el, és van, hogy ezzel aludt el, és én este kivettem a kezéből, hogy le ne nyelje, tudod, vagy nehogy baj, mindig megnézzük, hogy mivel aludt éppen, elbogarakat, szöcskét, vízbe, üveggolyó, mindenbe visz minden, az ágyába. Mindennek számoltok. Azért, hogy vigyázzatok az első autónál, hogy nehogy azt is felvigyázzatok. Matchboxok, megvannak üveggolyók, megvannak szöcskék, megvannak, jó van, nem nyelz le semmit. És akkor elvettem a kezébe, és a zsebembe került, és akkor így maradt ez nálam. Na mindegy, ennek most megörültem, mert akkor ma megint kap ajándékot, és nem is tudja, hogy a tegnap előtt kapja meg újra. Ez tök jó. Itt írja a honlapokon, hogy olyan hideg van, hogy pótgolyó kell, azért hoztad magad. Egyébként tényleg, visszatérve erre az időjárásra, ez nem játék, gyerekek, nem. Ez nem játék. De bár hallottam, hogy délután már rosszabb idő lesz. Nem, hát most akartam. Nem, most akartam dél, csak a déli megyékre mond ilyen esőt, nem? Én most nem tudom, meg az összes rádiót hallgattam. Pest megyére elsőfokú riasztás van kiadva elviekben. Azért az nem annyira durva, és szerintem, hogyha most kinézünk az ablakon, és mondjuk ugyanezt látnánk, leszámítva a felüljárót és a rácsokat, holnap reggel Balatonfürede, akkor szerintem kiegyeznénk velem, mert itt gyönyörű idő van. Hát nyugaton. Hidegnek hideg van, de nagyon szépen süt a nap. Igen, nem, hát most nem biztos, hogy jó idő lesz. Na, nézze meg mindenki. De viszont a medence meleg, tehát azon érdemes elgondolkodni, hogy bejöttök, beálltok a medencébe, és akkor nem fogtok fázni. Csak amikor kijöttek. Most még jó, déltől mondanak, meg kora délutántól megint valami erős felhősödést, meg heves zivatarokat. Tehát mi van, akik szándoznak? Mondom, mindig hideg van a szándom. Hát ott évek óta a szándon éjszaka hideg van. Ott csak a szélsők fáznak, mert annyian vannak, hogy középen melegítik egymást. Meg ott elfelejted, ami ott persze van, attól szerintem nem elfelejted is a sok rá jó zene, az igen, így pörget. Hát. Hogy milyen évszak van, fogalma sincs egy idő után. Kár, 4 óra. Igen. Na, csak egyet kell aludni karácsonyig? Erre gondolsz? Minek feküdnék le? Hát csak egy nap és karácsony. Tegnap pont beszélgettem Lacival, aki csillogó szemmel sorolta a fellépőket. Laci, mennék veled, de sajnos nekem ők semmi. Avancsi vagy ki, aki Avancsi. Egyedül egy ember van, vagy ki az a David Guetta, nem tudom, akit már hallottam. De már ő egy 0. lapos állapotban volt a Laci, 4-szer sorolta fel ugyanazokat. Igen, ő holnap hajnalba jön majd, vagy ma éjszaka, mondjuk én is hajnalba indulok, mert én meg Sárváról leszek mostantól kezdve. Örökre? Igen. Egészen szombatig, úgyhogy holnap reggel, gyerekek, ilyen 4:30-kor indulok át majd Füredre. Na, nagyon finom. Sárváról nagyon jó. Az finom lesz. Sárvárfüred. Hú, de jó lesz. Hú, de várom. Most legutóbb, amikor Sárváról voltunk, én megmondom őszintén, hogy nagyon jól éreztem magam, úgyhogy szerintem mi is vissza fogunk menni. Tehát megy veled ez arra. Nagyon ne. Most így végén? Aha. Ja, mert akkor mi Bükkülő lesz. Akkor Veszprém máshol, csak mondjuk például Záhonyban. Ja nem, mert oda mindig szeretél volna eljutni apáddal, akkor inkább azt hagyom. Akkor inkább nem megyek sehova. Szóval holnap Füred, Annagóra Alkapark, jöjjön mindenki, ingyé van, jó? Így van, hát az 8 óráig. 8 óráig. 8 óráig. Vagy 1500 ember. És ne csak azért gyertek ki, mert hogy be lehet jönni, és akkor lehet fürdőzni, mert ha esetleg nem lehet fürdőzni, mi akkor is ott vagyunk. És azért ne felejtsük el, hogy egy csomó olyan kitelepülésünk van, és a kitelepülések nagy számában olyanok vannak, olyan helyszínek, ahol nincsen éppen akkor egy medence, amiben bele lehet ugrani. Bizony. Tehát élőben ott leszünk, találkozhatunk, dedikálunk, dumálhatunk. Azt hittem, földobod a bulit azzal, hogy és be is ugrasz. Előbb-utóbb ez is eljön, ez a pillanat is. Csak a Jani, mi nem. Ne ígérjünk felelőtlenül, mert számon kérik, és úgyse tudjuk tartani. Illetve jön Vézolika. Vézolika, így van. Vézolika, Balaton, vízibiciklis, delfines csúszdás című kis zalocskája. Hát szerintem miért 4:10 környékén. Adjunk időt a visszatapsolásra. Persze. Úgy, hát a 10 óráig még 4-szer színpadra szólítják, úgyhogy Vézolika 4:10-kor. Terveink szerint kirakjuk élőbe. Tehát, hogy ettől nem megkül senki. Ha ezért tehát, nem zavarja meg. Igen, aki azt gondolja, hogy ez csak a Fürediek áldása lesz majd, azt ezt nagyon rosszul gondolja. Mert hogy ezt megkapja mindenki. Éteren keresztül. Vízi bicikli. Delfines csúszdás. Nem kellett volna annyira megnézni a klippet? Bizonyám. Akkor nem jött volna el. Így viszont jön, ami drága Zolikánk, Vézolikánk, vagy 5. Zolikánk, vagy bárhogy is hívják. Úgyhogy 5. Zoltán érkezik. Zoltán. Érkezik Balatonfüredre 5. Zoltán. Az első 4 valahogy kimaradt nekünk, de ez az 5. ez nagyon ütős lesz, és ott lesz természetesen K. Tibike is. 10 órától. K. Tibike, igen.
R. Magdika, V. Csabika és R. Robika. Ergo. Igen. Ergóka. S. Robika. S. Robika is érkezik. Gyerekek, és egyébként már 4-ből 2-t letudtunk aztán. Van egy Lelle, van egy Debrecen, aztán hűvösödnek. Miért az éjszakák. Így, hogy letudtuk? Úgy értem, hogy megy a nyár. Hát, nagyon hogy várod a karácsony ajándékbontást, egyre többször beszélsz a karirról. Gyerekek, én már tegnap este kinéztem, megállapítottam, hogy a 4-10-kor sötét van, hűvösödnek az éjszakák, jön a tél. Az éj sötét is tele iszonyattal. Így van. Benni felsírt és szólt, hogy olcsd már el azt a csillagszórót, még hol van. Aj, befejeztem a trónok harcát, és elkezdtem 4 másikat. 4 másik trónok harcát? Hát nem, 4 másik sorozatot körülbelül most egyszerre egyébként. Nekem pici csalódás volt. Anélkül, hogy bármit is elmondanék arról, hogy mi történik. Én többet vártam. Én azt hittem, ez valami olyan évad lesz, hogy most aztán... Több vért, több akciót, több szexet, igen, azt hittem, hogy olyan spoilerek, meg olyan előzetesek, meg olyan, és ez minden legdurább. Nekem a 6.-7. részig szinte semmi nem történt. A vége bedurult. Hát és a folytatási 2015-re várnod. Ó, igen. Akkor lesz. Ja, mert a könyvírással nem halad az öreg. Bizony. Írhatnám már gyorsabban azt a könyvet. Na mindegy, lehet, 10 rész van, ugye? Igen. Jó, mert nem az, hogy kevesebbet töltöttem le, és mártam már, de azt hiszem, jobban megy durva. Hát Balázs, igen, olyan kurtán lett elvágva, csak 8-at néztem. Én töltsd le még 2-t, mert 10 részes. 10. Egy évadban van 10 darab rész. Uh-huh, így van, és minden rész az egy olyan 50 perces körülbelül. Tehát havi egyet tudsz megnézni? Nem. Dehogy is, ez hetente jelenik meg, de ugye hát nem sokat várunk a jelenés és a... Az más, hogy te nem sokkal. Jó. Tehát egyébként, ha rendes tévénéző vagy, akkor hetente kapsz egyet, 10 hét, és utána vársz egy évet a következőre. Hát igen. Ezt a baromság. Ráadásul azért, mert ugye ennek most írják a könyv részét. Aha. Tehát ez nem egy olyan, mint tudom, egy gyűrűk ura, amit megírtak 100 év, és most megfilmesedik, hanem ez egy időben készül. Igen, igen. És tehát a Pali nem halad, és lassan utoléri a film. És azért kell várni, hogy írja, hogy aztán lehessen miből filmet készíteni. Hát, mindestről örülnek, hogy Peter Jackson rendezi a Gyűrűk Ura rendezője, hogy a Gyűrűk Ura filmek rendezője a Trónok harcát, és már akkor még egy picit rétesebb lenne. Jönnek, mennek, és mennek a fal felé, és még mindig mennek. És jönnek a vadak, igen, és a mások is, de még nem annyira, de még mindig jönnek. Na de itt kicsit itt is ezt éreztem, hogy ez a Daenerys is csak, vagy Daenerys ez is csak jön meg ott. Több sárkány, több vér, több mindent vártam. No, aztán bedurul persze, jó. Tényleg, de hogy így, nem. Azért vannak itt is olyan csavarok, hogy ilyen, engem megmondom őszintén, Westeros és az ő mindenféle világa szereplője annyira beszippantott, hogy én mindennek örülök, amivel a kapcsolatos, kívül az így készült jellegű filmeknek, mert azokat utálom. Azt nem láttam. Hála Istennek, ez kiábrándító. De mindig nézem a filmet, és rájövök, ezt itt forgatták, ott forgatták, tudom, hogy Horvátországban csináltak, tudom, Izlandon, vagy mit tudom, én nem nézek én így készülteket, mert rájövök, hogy az egész ilyen. Nem. A farkas helyett nincs ott farkas, csak egy ilyen zöld, valami bolyhot nyomnak a szereplő óra alá, tudod. Én ott lemondtam erről az így készül vonalról, amikor a Terminátor 1-nek az így készültjét megnéztem, azon a lemezen, amit mellé csomagoltak ugye a DVD-nek, és akkor így azt láttam, hogy miután a kamion felrobbant, és a kamion roncsai közül kimászott a már csupasz Terminátor, amikor már tényleg csak a fényváz volt, 2 ember 2 seprűnyére egy fél Terminátort rakott rá, és úgy egyszerre sántítottak. És akkor ezt így meglátom, és azt mondom, hogy Úristen, én többet ilyet nem fogok megnézni. Igen, egyszerűen nem vagyok. Illúzió romboló. A legenda összetört. Aha, ennyi. Köszönöm szépen. Igen. Na mindegy. Na, tegnap meccset néztetek? Én nem. Hát csak ma reggel az eredmény. Ne bánd egyébként, mert én néztem. Hogy tudtam plusz 15-ből hát most úgy... mínusz valamennyit csinálni egyelőre? Ez egy 10-es fogadás volt ráadásul. 10-es ke volt? Rá is bólintottál tegnap reggel. És akkor most állok? Most plusz 5-ön vagyok én. Mínusz plusz 15-ből lehozta plusz 5-re. Mínusz 15-ről. Nagyon kemény. Yes. Azt hittem, a hollandok megverik az argentinokat. A döntőre? Ők is azt hitték. Hát a döntőre az a baj, hogy... Hát most van még egy bronz meccs, várjál, aha, ugye? Az a brazil-holland. Brazil-holland, és van az argentin-német. És az argentin-német. Igen, úgyhogy ezekre még tudunk. Azonban, hogy egy ilyen nyomorúságosan játszó argentin válogatottra én nem akarnék fogadni, mert olyan dögunalom volt. Amit... Én viszont igen. Tehát, hogy 100 percig nincs egy egészséges kapuralőv, és a hollandoktól ők se érdemelték volna meg a döntőt. Jó, még te mindig arra fogadsz, aki gyengébb, aztán vagy mindig behúzod, ezt nem értem. Hát ne, jó, az elején volt, buktam rendesen, na, de most plusz 5-öcske. Na, de plusz 5-öcskébe vagy egy holland-argentinnal, meg egy brazil-némettel, uh-huh. Tehát így szépen hozogatod ezért ezeket így befelé. Jó, adás végén kitaláljuk. Gondolkozz, kérlek, gondolkozz. Adás végén kitaláljuk. Igen, ha végkimenet erre,
tennétek, akkor én is beszállok játékpénzzel, nem annyi valamennyivel ti szoktatok, majd megnézzük. Már hogy kigyeri a VB-t? Igen, én... Hát szerintem most azért egyértelműen Németországnak áll. Tehát egyrészt, hogy a brazilokkal lejátszottak kettő, ez az argentin válogatott azért, nyilván lehet, hogy a hollandok jól védekeztek, mit tudom, én nem is láttam a meccset, de ez egy vergődés volt, ahogy olvastam. Jó, akkor te a németekre teszel, én az argentinokra. Figyelnek, hogy a Messi be fog varni kettőt, és kikapnak Argentina és Brazília, ők lesznek az érmesek. Hát szerintem a hollandok megverik a brazilokat. Rohadtul nem verik meg. Egy ilyen ekkora zakó után én nem tudom, hogy ezek föl tudnak-e állni. Föl, hát föl, muszáj nekik. Föl fog megszívni az összeset. Láttátok a mémeket, amik készülnek? Zseniálisak. A brazil caipirinha kis koktélos pohára, hogy rávágnak egy német sörös korsót. Merkel. Tessék? A Merkel? Nem láttam, mi volt. Láttátok, nem, az zseniális. Nagyon jó. Hello, Ákos, mi volt? Hello. Angela Merkel, igen. És ugye a Riói Krisztus szobor helyén, ahogy örül Angela Merkel. Zseniál. Azt látom, hogy a Krisztus szobor fogja az arcát, illetve elhagyja a földet, mert igen. Bekapcsol az a hajtómű, ami a talpára van szerepel, elhagyja a földet, de a legeslegjobb, a mindennél jobb, a mindent jó, azt szerintem egyértelműen az, amikor Pelé jelzi, hogy ő gánai származású valójában. Csak poharasat nem láttátok? A poharas? Ami? Ja, a német sörös korsó landol kis koktélon. Egy kis koktélos porrat mutatnak, brazil zene megy alatt, és nem érted, 5 másodpercig mutattak egy koktélt egy brazil zászlóval, és egyszer csak valaki fölülről egy német 1 literes sörös korsót rávág a pohárra, szanaszét törik, és ott marad, és lejön a Németország. Zseniális. Hát az Kolári megmondta, hogy ebből ők soha nem állnak föl, tehát az élete végéig hordozza ezt a szégyen, minden hibát elvállal. Nagyon szimpatikus egyébként. Ő tett róla, köszöni szépen. Így van, ő bevállal mindent. Elviszi a bajt. Azért ez nagyon szimpatikus. Egyébként az, de hogy mérő tehet róla, csak és kizárólag. Hát nyilván olyan taktika, olyan védelem, olyan felállás, hát olyan nem váltott időben, mikor bekaptak 2 gólt, akkor arra nem tudott elég hamar reagálni, kellett volna valamit változtatni, tehát nyilván nem csak ő, de nagyon szimpatikus, hogy azt mondja, a gyerekek, igen, én. Elviszem. Amit kell, vállalom a felelősséget, elviszem a balhét. Azért ezek mindig nagyon-nagyon szimpatikusak. Tehát itt ebben az országban, ahol senki nem mond le, és senki nem vállal semmiért sokszor felelősséget, és olyanok is hivatalban maradnak, akik rég le kellene mondaniuk, mert átestek egy vakkomondoron. Érted, annak ellenére ő meg azt mondja, hogy igen, hát köszönöm szépen, én voltam, vállalom. Ha kell, lemondok, mindenről én teltek, itt vagyok. Aha. Szóval azért ezek mindig szimpatikus. Mindig szimpatikus nyilatkozatok, nem? De, egyértelmű. Meg azért ne felejtsük el, hogy nyert már VB-t. Tehát, hogy szeretnénk mi olyan sikertelen edzőket, mint amilyen. Na, hát igen, az a baj a futball ennél könyörtelenek, tudod. Nem arra fogunk gondolni, hanem ő volt, aki megszigyenítette a brazil válogatottat, meg az országot, meg mindenkit. Hát, nagyjából ők is emelt az utcára. Tőlük, de ugyanakkor nézd meg például, vagy nézzük meg a kosztarikai válogatottat, amit gyakorlatilag népünnepéllyel fogadtak otthon. Hát, mert senki nem gondolta, hogy ideig elmondolta. Hát, a kicsit is meg kell becsülni. Volt egyébként 2 brazil, aki fogadott a vereségre, és eltalálta a 7-1-et. Az milyen. És nyertek 50 darab eurót. 50 euró? Gondolom feltettek, nem tudom, hogy 1 eurót erre, és akkor nyertek 50-et. De jó. 2 brazil áruló, akik ráadásul még nem is az ország pénzében fogadták. Rohadékok, igen. Na jó, hogy állunk játékkal? 3-0. 3-0, úgyhogy megvagyunk erre a hétre, történhet bármi ma is. Jöjjön bármi. Jól van, 7:30 múlt pontosan 3 perccel játékra lehet jelentkezni. Jó, bárkinek SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan... 7 óra. De tudsz. Ja. Kicsit izgultam, hogy 8 órát mondok, de miért mondanék 8 órát, amikor még csak 7 óra van? Nem? Teljesen logikus a felvetésed. Na gyerekek, 3-0, ez... Ez több, mint szép. Ez semmi, több, mint semmi. Szép. Hagy, ennyi. Ez a hét megvan. De még azért valaki szépíthet ennek ellenére, hiszen azért itt egyéni ajándékcsomagokért is megy a harc, úgyhogy valakivel már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Jóci, hello Jóci! Szia, honnan hívtál minket?
Hódmezővásárhelyi Völgyben jelenleg Jászberényben álltam meg, és innen próbálok majd a játék szűzzel egyet küzdeni. Ez Feri lesz. Jó ide, jó. Ez Feri lesz. Janival szerettem volna játszani, mert őt választottam volna, de hát próbáljon ki mindenkit. Nem azt, hogy lebeszéltek róla, hanem azt, hogy Ferivel kell játszani. Aha. Nem, hogy hagyja már ezt a hetet. De nem Anna beszélt le. Nem. Hát nézd, én át tudom dobni a Janinak. Nem kell, jó a Feri. Igen, nem kell itt, tehát akárki, akit tényleg ti szeretnétek, nem kell egy ilyen Jani, Bali, Feri, Anna írja, hogy nem ő. Akit akarsz, az van. Azért van ott a Feri, hogy játszol. Igen, Feri játékszűz, így van, legyen a Feri, ha őt választott. Pihenjetek, olvasd az újságot, Jani meg így a kávéját. Egyébként konkrétan belint látsz, egy Hot magazin van a kezemben, ezzel mindjárt is megyek a rejtyóra. Nem vigyázz már ez. Az kicsit mérgező. És igen, meg az Ördög Nóra sztorit olvasom itt. Jó, Jani meg jogurtot. Most ugye nem kávézok, hanem azon gondolkodtam, hogy miért van dezsevízésem, aztán rájöttem, hogy Balázs azt mondta az előbb, hogy ez a hét már megvan, és ugyanezt mondta Joachim Löw is a tegnapi meccsút. Igen. Illetve a tegnap előtti. Igen. Na, mehetünk? Hát mehetünk, próbálok ügyes tenni, aztán... Jó lesz. Előre nem mentegetőz, mert az már akkor megmutatja, hogy mi lesz. Nem mentegetőz. Jól van. Na figyelj, Jani. 3-2 van. Fire! Békés Csabán keresztül menti Jászberénybe? Szolnokon keresztül mentem, Feri. Ja, mert ugye... Tehát te ismered ezeket az útvonalakat. Békés megyei vagyok, így van. Békés megyei, így van. Szoktam arra is járni. Elég sűrűn. És fuvarozol? Fuvarozok. Most Jászberény... Műszaki cuccot holdott magammal. Műszaki cucc, Jászberény vagy, akkor hűtőgép. Az is van. Az is van. És még? Hát... TV, rádió, ez az. Jössz Balatonfüredre? Holnap? Szegeden voltam, és szeretném... Ott voltál a szegedi bulin? Ott. De ott jó. Ott, és szeretném megköszönni nektek a közös képeket, amiket... Szívesen. Ajándékot kaptál? Kaptam Janitól egy ilyen sárga kis kocsiba való kulcstartó, aztán kulcstartó, az, viszont az. Van ilyen monitor. Bevásárló kocsiba lehet betenni, ugye? Arról beszélsz, igen. De szerintem időn túl volt. Túl volt. Két másodperc, sőt, nem majdnem három, úgyhogy ezt behúztad. Megvagy! Jó volt, Joci! Ügyes vagy, jól játszottál, nagyon. Kijött az igen, de pont letelt az egy perc. Két másodperc Feri, behúztál, túl. Feri, behúztál. Hát, ilyen kezdtelek. Akkor szeretném megköszönni mind a hármatoknak a közös képet, mert mind a hármatokat sikerült elkapnom. Na, nagyon szívesen. Megköszönöm azt a kocsiba való kis érmét is. Azt a sárga színű frisbee, azt talán, vagy nem frisbee. Tudom. Frisbee, aha. Azt szerettem volna, de sajnos nem sikerült, de majd talán még. Valaha sikerül majd lehet találkozni, akkor majd Janitól kérni fogok egy olyat. Helyes, de hát most van egy nagyon jó ajándékcsomag. Igen. Oké, Jocikám, köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Jó van, így akkor, tehát 3-1. Mm-hmm. Hát egy szép szépítés, ez megengedhető. Jó ez. Megengedhető. Nincs ezzel baj. 2 perc, a pontosan 7 óra jövünk a legfrissebb hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hangzik a szár, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit hűvös van, mindenki öltözön fel, ugye csalóka, mert hogy süt a nap, és azt gondolná az ember, hogy ugyan olyan idő van, mint tegnap vagy tegnap előtt, de nem. 12-13-14 fokocska van. És hát meglehetősen hűvös az időjárás, de hogy hallom, hidegebb lesz. Legalábbis ez volt a hírekben. Igen, ellenmondó hírek.
Igen, igen. Nyugaton igen. Hideg, keleten kevésbé hideg. És elsőfokú riasztás is van érvényben, itt például Pest megyében, de ebből egyelőre mi nem látunk semmit, csak azt, hogy gyönyörűen süt a nap. Igen. Viszont holnap Balatonfüreden vagyunk, és hát a vízben meleg lesz. Úgyhogy, ha valaki fázik esetleg kint jön oda, menjen be a vízbe, mert ott van melegvízű medence, és kicsit sokan lesznek benne. De hogy jó idő lesz, meleg lesz, úgyhogy jöhetek nyugodtan. 8 óráig ingyenes a belépés, vagy az első 1500 ember. Uh-huh. Opcionális. Vagy 8 óra, vagy 1500. Szerintem egyébként a hideg idő senkit nem fog visszariasztani, ha hideg lesz egyáltalán, meg az esős idő sem, ha eső lesz egyáltalán, hiszen senki nem akar kihagyni egy élő vízzolika fellépést. Balatonfüreden. Így van, egy élő vízzolika fellépést, 4-10-kor. Hogy tiltakoztál ellene, azt most meg ezen lovagolsz, hát, mi? Most kapaszkodok mindenben, hogy csak vízzolika, hogy vízzolika, így vízzolika, úgy. Vízzolika. Vízibicikli. Ugye? Mi a Balaton, így van. A Balaton. Vízibicikli, delfines csúszdás. Ne, olyan rég hallgattuk már meg. Igaz? Ugye? Majd meghallgatjuk holnap. Egy kis ízelítőt? Azt mondod, hogy szeretnél egy kis ízelítőt? Szeretem, esküszöm. Jó, latinos, latinos, és utána pedig tudod, berobban. Az ilyen kéréseknek szívesen teszek eleget. Tudod. Megnézem legalább, mennyinél tart Balaton. Azt mondja, hogy gyerekek, mondom nektek, 219 ezer. 219 ezer. Nagyon durva. Oh. Jó! Itt van! Hát jó! Mindez holnap élőben, Balatonfüreden, az Annagóra apavarban. És az ő kis haja. Hát az Annagórások beengedik. Meg ha az az ő haja. Na. Balaton. Forró nyár. Újra a Balatonon. Délután kezemben a lángosom. Nagyon jó. Lemerült. Régen hallottam. A telefonom, kizárom, most minden gondom, bajom. Figyelj! Csak téged imádlak én. Balaton! Vezelő napűz, hűsítő a víz, árnyékom egy fű. Keresztrímek. Számban lángocsíz, vízi bicikli. Ez a kedvencem. Delfines csúszdás! Csúszdás csobbanás! Csúszdás csobbanás! Ezeket mind én akarom! Ezeket mind én Istenem, akarom! Istenem, csúszdás csobbanás! És ezt nem mondogattam. Csúszdás csobbanás! Ezeket én mind akarom! Hihetek! Hát ez döbbenet. Ez továbbra is döbbenet. Egyébként ezt klippel együtt kell nézni. Szóval ez kemény lesz. Hát vagy élőben. Hát vagy élőben, holnap Balatonfüreden. Holnap Líve, Balatonfüred. Bizonyám. Na, gyerekek, itt két napja mindenki Ördög Nóráról beszél. Aha. És mi is fogunk, mert hogy tegnap beszéltem a Nórival, és fölhívtam, hogy 9 óra után mindenképpen beszélünk róla. Mert ez most tematizálja a közvéleményt, kinek tetszik, kinek nem, ki másról akar beszélni, ki nem. De mégis az összes internetes portálon különböző nyilatkozatok, hozzászólások és rég nem látott pro és kontra vélemények találkoznak egymással. Ugye a bloggerek végre újra felkavarhatták az állóvizet, a cikkírók végre örülnek, hogy 274 komment van végre újra egy cikk alatt itt a nyári uborka szezonban. Úgyhogy 9 óra után beszélünk Ördög Nóriról, magáról az esetről is nyilván, és számomra kicsit meglepő módon, de nagyon örülök, Nórinak tegnap felajánlottam egy lehetőséget, felhívtam, és mondom, figyelj Nóri, mi mindenképpen beszélünk erről, leginkább azért, mert máshogy látunk stábon belül is bizonyos dolgokat, és ezt majd mi jól megvitatjuk, viszont az úgy korrekt, hogy szeretném, hogyha te megszólalnál ebben, én ezt a lehetőséget neked felajánlom. Ekkor sírva fakadt, és azt mondta, Nem, én ezt abban a Szent Hídben, hogy úgyis azt fogja mondani, hogy nem, hogy valószínűleg nem nyilatkozik. Jobb az. Aztán látva, hogy milyen irányba mentek itt a kommentelések meg a hozzászólások, kezdtem arra gyanakodni, hogy talán van valaki, aki erre rá tudja beszélni, hogy mégis nem biztos, hogy hülyeség lenne, ha ő el tudná mondani az ő érveit. És aztán 15 perc múlva írt egy SMS-t, hogy igen. Hogy szívesen nyilatkozik, úgyhogy 9 óra után meghallgatjuk akkor az ővel, mint meg mi is beszélünk, mert ebbe tegnap belementünk, és kiderült, hogy máshogy látunk dolgokat. Úgyhogy szerintem itt pro és kontra lehet majd érveket ütköztetni. Úgyhogy felhívjuk Norit 9 óra után, és megkérdezzük tőle azt, amit eddig ugye ő csak tulajdonképpen a saját honlapján, mint hozzászólás írt. Ugye az angyal műhelyen, vagy műhelyben, de most akkor élőben itt elmondja nekünk, hogy ez az egész ez hogy történt. Ugye ma is két címlapom van, tegnapi címlapom volt, internetes portálok írtak róla, úgyhogy... Igen.
Hát ahogy mondtad, hogy uborka szezon, állóvíz azért ez. Hát gyerekek, ez most az utóbbi 10 év legnagyobb átigazolása, lehet kedvelni, nem kedvelni, jó műsorvezetőnek tartani, nem jónak, középszerűnek, bármi. 10 éve nem volt most egy ilyen típusú nagy átigazolás a vezetőkereskedelmi csatornától, ugye a TV2-höz. Próbálkozás volt, ugye? Kisebb, nagyobbak voltak, most ilyen valóságsósztárok ültek át, meg zsűrizni. Stolbuci például, hát őt is ugye megkereste a TV2-t. Sokakat megkeresett a TV2. Aha. Igen. Sokakat? Sokakat. Sokakat, jó van. Sokakat. Sokakat. Igen, úgyhogy... Van, aki a TV2-t kereste, meg olyanról is tudom. Olyan is volt, aki helyben ment a pofonért. De hogy... Igen, szóval több minden volt, úgyhogy beszélünk erről. Nagyon jó lesz egyébként, és hát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mindennyiunknak megvan róla a saját privát véleménye. A Nóriról, mi mondjuk nem magáról az ügyről, nem? Meg igen, az átigazolás tényéről. Egyébként nem rossz a kérdés, amit Feri feltett, hogy Nóriról is. Igen, mert engem például kifejezetten zavar ebben az ügyben, hogy rengetegen, hát ez egy internetes sajátosság is, ugye, meg sokszor ugye bloggerek is gerjesztik ezt a dolgot, hogy álltam egy ilyen totális személyeskedésbe az egész. Miközben szerintem nem kellene ilyen érzelmi alapot generálni ennek a dolognak. Mondjuk a bloggerek azok általában mondjuk erről ismerszenek meg, hogy ők próbálják meg az érzelmeket kelteni, és fura módon most például azoknak a pártjára állnak, akiknek a szapulásából amúgy a hétköznapokban, meg így 7 napból mondjuk 7-szer. Ilyen. Nyilván az befolyásoló tényező, hogyha te szeretsz valakit egyébként személyként, műsorvezetőként, egyéniségként, akkor ha ő csinál valamit, akkor elfogadóbb vagy vele, mint hogyha egy olyan csinálja, akit még nem kedvelsz annyira. Ez azért érdekes, mert én emberileg is nagyon kedvelem a Nórit, és van véleményem erről, úgymond szakmailag is. És nem befolyásolja azt a véleményet, az, hogy én most kedvelem őt, vagy sem. Én is kedvelem a Nórit, nekem is van erről véleményem. Szerintem más, mint a tiéd. De majd 9 óra után akkor erről beszélünk. Addig ne beszélj el senki a Nórit, hogy nyilatkozzon. Jó. Jó, kösz. Nem hiszem, nem akarják. Jó, köszi. Jó, légy szíves, akkor tényleg. Jó, légy szíves, na kösz. Jó. Hát most ne hívjátok. Most ne hívjátok. Csak azért, mert nemet kaptatok egy kérdésre, amit igen, szeretetek volna. Jó, azért ne beszéljétek le róla, köszi. Senki nem. Akartam beszélni egy plakátkampányról, ami nekem marhára tetszik. Nap mint nap járok ugye tömegközlekedéssel, és már pár héttel ezelőtt gyakorlatilag szemet szúrt. Itt a gyorsasági kajak Kenum világkupának, amit Szegeden kerül majd megrendezésre május 23-ától 25-ig, a kampányáról van szó, és nekem megmondom őszintén. Jövő május? Én 2014, nem. Az már kerül megrend, az nem nagyon lesz. Nem, már. Nem, azért mert, hogy kérdezem, hogy kerül majd megrendezés a májusban, mondom, hogy jövő május. De hülye vagyok tényleg. Nem tudom, hogy tanultátok a hónapokat, de hogy akkor nálunk az augusztus, akkor, aztán akkor nekem ez most a depo. Lehet, hogy ez egy hosszított év. Ez még mindig tart. Majdnem kicsúszott a szám, hogy egy férfi szervnek a neve. Tehát, hogy májusban kezdődött, de még tart. Ez egy jó hosszú világkupa. Most mit csinálnak? Keresik a tavat? Vagy felselejtezők vannak? Vagy netán most edzőtáboroznak, és aztán folytatódik a verseny. Sok embernek szóltak, hogy jöjjenek. Megmondom, nem indultok oda hétvégén, ha májusban volt. Igazatok van, oké. Erre nem is igazából nem is tudok mit mondani. Gyerekek, tudjátok, hogy mindent észreveszek. Azonnal lecsapok, olyan, mint a keselyű, azonnal kiszúrom, hogy... Azért ugrott be ez a dolog most, hogy látszik egy kis fázis késésen. Hát jó, na. Mert hogy a Feri mutatott reggel egy plakátot, ami egy előttünk álló sportrendezvényhez kapcsolódik, ugye jól emlékszem. Jó, az előttünk így van. Így van, az előttünk van még, az a vízilabda vonatkozású, és hát ez egy elég furán sikerült ilyen kis kampány. És erről nekem beugrott egy másik kampány, a már mögöttünk lévő gyorsasági kajakkenu világkupa, amit Szegeden rendeztek meg annó 2014. május 23-25-ig. Nem is ez a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy szerintem fantasztikus volt maga az ötlet. Népszerű, ismert, befutott sportolókat, Európa-bajnokokat, világbajnokokat, olimpiai bajnokokat kértek meg arra, hogy adjanak magukról egy fotót, és ezt a fotót gyakorlatilag ugyanazzal a helyszínnel, ugyanabban a beállásban, ugyanolyan szituációt, ha lehet még ugyanabban a ruhában és ugyanolyan eszközökkel is, újra fotózták velük, de már most. Tehát látsz egy 15 vagy 20 évvel ezelőtti fotót, ahogy mondjuk áll Kozák Danuta egy éremmel a kezében, és mellett ott van egy másik fotó, ugyanazon a helyszínen, ugyanazon a stégen, ugyanúgy Kozák Danuta, csak évtizedekkel később ugyanúgy éremmel a kezében. És sok ilyen van egyébként. Tehát, hogy nem csak róla készült ilyen fotó, vagy ilyen kis montás, hanem több sportoló. És megmondom nektek a Frankot, hogy én komolyan mondom, hogy majdnem a könnyekig meghatottam, amikor ezt láttam. Hát állott az óriás plakát előtt, és itt a Népliget olaj. Danuta!
kamerer, milyen kicsi volt itt, és még nem volt annyira izgos, mint ezen a másikon. Jaj, Istenem! Mi a kisfiú? Elvesztettél a szüleidet? Adjak egy papírzsebkendőt! Nem, csak a kamerer itt, sokkal volt egy kicsi kis, apró kicsi kis kezecskén, egy pafit felcsapottál az óriás plakátra, mint egy ilyen kis pókocska, és ott lógtál, és úgy sírtál, volt ilyen, nem, és össze... kapaszkodtál az óriás plakátban, nem? Összerogytam, és a hátamon pörögtem, mint egy bogár. Igen, bogár táncoltál? Mint egy bodavács, amire éppen lefordultak. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis kampányról van szó, nekem marhára tetszett. De miért ők ott már 15 évvel ezelőtt is nyertek érmet, vagy egy ilyen gyerekkori fotó lett, vagy... amikor ki az első versenyet megnyerték, akkor visszavitték oda őket lefotózni? Igen, aha. Igen. Hát nyilván, mit tudom én, serdülőként, juniorként is ők már sikeres versenyzők voltak. Értem. És most felnőttként, befutottként, mondom, Európa-bajnokként, világbajnokként, olimpiai bajnokként újra fotózták velük ugyanazt a jelenetet. És nekem ez marhára tetszett. Hát persze, akinek van ugye régi vár, felvétel és új várt. Ilyen albumok, nálatok is vannak. Igen. Megvan a vonzódás, a közös pont. Igen. De oda volt írva, hogy már elmúlt, vagy át volt húzva egy ilyen szalaggal? Van plakát hogy? Maga, hogy hát, hogy már vége vagy, nem? Nem, ez az, hogy nem valószínűleg ez zavarhatom. ezért zavart, hogy igen. Cserélhetnék a kép picit sűrűbben ezeket a plakátokat a Népligeti aluljáróban, mert hogy ez zavarhatott meg, de mondom, nagyon tetszett ez a plakát kampány. Én amúgy is nagyon szeretek nosztalgiázni, tökre szeretem, amikor így előkerülnek ilyen régi fotók, és mi is előszeretettel csinálgatok így a család olyan fotókat, amik arról szólnak, hogy oda elmenjünk szépen, valamikor, aztán 10 év múlva, 15 év múlva megint visszamegyünk, és akkor csinálunk ugyanott, ugyanabban a beállásban, csak már egy picit más jelleggel. Tehát, hogy az egyik képen, hogy én vagyok egy fejjel magasabb a gyereknél, ami nyilván sokak számára régi elképzelhetetlen szituáció, most meg már majdnem ő. És ugyanazzal a beállítással. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Igen, ez egyébként meg nagyon jó az üzenete is, hogyha sok munkát pakolsz bele valamiben, hogyha van elég energiád, van elég erőt hozzá, van benned elég kitartás, akkor hova juthatsz el? Erős leszel, és szép, és érmes. Így van, erről te is nyilván olvastál. Én csak messziről nézem sport. És vajon Elmiki is megnézte ezt a kampányt? Hát figyelj, azon Elmikivel, hogy ő viszont erre nagyon rá van gyógyulva. Hogy ő is ott állt a plakát előtt valószínű? Hát nem, hogy a plakát előtt, ő maga be is küldte a régi képét, amikor még ugye nem csinált semmi mást, mert fiatal volt, csak bulizott, meg az új képét. Amikor? Hát. Amikor nem. Amikor? Tudom, hát szerintem most már ez kifogyott. Biztos, hogy már nem bőzik. Nem? Ne, ugye? Nem? Nem? Ja, ilyen, meg. Már annyiszor lejátszottam, hogy romlik a minősége. Már már a netről romlik. Már a netről romlik el, igen. Ő lesz a következő, akit meghívunk. Lelle. Lelére Elmikit, gyerek. Szerencsére van még szabadságom. Figyeljetek, hogy tud a kórházból eltűnni egy gyerek? Ezt hát mondja ez meg nekem valaki, hogy oda valaki besétál, és egyszer csak elvisz egy gyereket. Tehát most tényleg itt tartunk, hogy mi történik? Ugye a hírekben hallottam, én szeretek a híreken csámcsogni, mert mindig van valami izgalmas. Hogy a fenébe tűnik el egy gyerek? Valaki bement oda, és hozzátartozó volt, és elvitte, mert ugye aztán le is csapott a rendőrség egy órán belül az elkövetőkre. Vagy ez hogy van? Hogy van, hogy oda bárki bemegy, és odafér egy gyereket? Egy csomó gyerek. Hát egy fölkap egyet, és elviszi? Én próbálok visszaemlékezni arra két gyönyörű pillanatra, amikor ugye megtörtént a gyerekek előjövetele, és ott ugye az történik, hogy kicsit ráteszik anyura, aztán elviszik. Anyut ott lefektetik valahová. És szerencsés esetben egy ágyba, ugye, és nem a folyosóra. Hát, vagy ahol van a hely. És aztán jönnek ilyen tolikocsival, amikor a barátkozási időszak van anya gyerek között, igen, szoptatás, ismerkedés, fölpakolják a gyereket, kitolják, oda teszik, és egy idő után jönnek érte. Nem? Nálunk így volt. Nálunk beviszik őket egy olyan szobából, egymás mellett fekszenek. Így van. Na most vagy oda kellett bejutni, vagy ez a nő, mert ugye egy nő volt, aki ellopta a gyereket, ez előadta, hogy ő az, aki ki fogja majd vinni az anyukának a gyereket, fölrögte a tolikocsira, és nem az anyuka felé ment, hanem a lift felé. Ezt így csinálta? Tehát erről már ilyen konkrét... Nem, jaj, jaj, csak én gondolkodom, hogy tehát onnan kilopni csak úgy lehet, hogyha te beöltöző nővérke ruhába bemész, hát, tolikocsira ráteszed, vagy az anyja karjából. Vagy nem nővérkének költözött, hanem egyszerűen csak felvett magára szépen így a kis lábaira egy-egy papucsot, felvett egy köntöst, és gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy anyuka, aki nem régiben szült, és viszi szoptatni a gyermeket. Aha. Tehát, hogy simán elképzelhető. Nem megy be, az anyuka oda nem mehet be.
Hát nem a többi gyerek. Én csak emlékszem, hogy nem engedték be a többi gyerek. Hát, neked kihozták a gyereket, tehát te jelezted, hogy megnéznéd, aztán utána háromszor visszaküldted, mert azt hitted, hogy nem a tied, vagy a tied szebb, vagy mit tudom. És nem sír ennyit meg egyébként. Igen, és túl sokat sír, és nem is olyan szép. De hogy, tehát oda, most bemegyek, az, itt nem tudom, az Istvánkor, ez a fölmegyek az első emeletre, bemegyek, fölemelek, egy babát, azt kihozom. Nyilván nem törvényszerű, hogy ez mindenhol így történik. De hogy ez hogy? Van már bármiféle, ugye 11-kor lesz egy rendőrségi sajtótájékoztató, azt tudom, nyilván kiderül, hogy itt egy ilyen valami kapcsolatban kellett, hogy álljanak azok, akik elvitték tőle a gyereket, nem? Tehát gondolom, hogy apa másé is volt. Aha. És akkor az, tehát egy ilyen szerelemféltés lehetett, hogyha apa másé is volt, akkor a másik lány jött be, és azt mondta, hogy na majd akkor ez... Hát ő már nem annyira lány, mert én úgy tudom, hogy ilyen 18 éves gyerekei vannak ennek a nőnek. Aki elvitte a gyereket? És azok az ő gyerekei? Aha. A 18 éves gyerekek az ő gyerekei, vagy 18 évvel ezelőtt kerültek hozzá, ugye az sem mindegy. Tehát azok az ő gyerekei, az ő gyerekei. Aha. Hát ez majd 11-kor kiderül. 11-kor van sajtáj? 11-kor van sajtáj. Egyébként a nyugat.hu-n azt olvastam. Nem, hát a sziasztok. Miért nem fürdőzhetünk abba, hogy tudatlanok vagyunk? Miért kell egyből minden, miért kell mindig mindent helyre tenni? Na mondjad, hogy? Szóval a nyugat.hu-n azt olvastam, hogy abban a házban, ahol elfogták a nőt és a fiait, azt beszélik, hogy tegnap szülhetett a nő. Tehát pont aznap, amikor ellopták tőle a még egynapos sincs babáját. Na tehát ezt egy pár órás, nem értem. Mi van egy a házban? Egy pár órás baba tűnt el. De nem a házból tűnt el. Nem, de nem otthon szülés volt, kórházban. Ugye, igen. És egy szombathelyi házban fogtak el egy nőt, meg a négy gyerekét, akiket az agyonosítanak, meg ott találták meg a babát, tehát nem volt nagyon más opció, csak hogy ők lopták el. És ott abban a házban azt beszélték, hogy tegnap született meg ez a csecsemő, tehát valószínűleg a kórházban van még az édesanyja is, és egy néhány órás csecsemő volt az, akivel valaki kisétált a kórházból, majd hazavitte. De azért ez nagyon kemény. Tehát ez tényleg így, ahogy ti mondtátok, besétált valaki, és nem tudom, hogy egyébként ők milyen kapcsolatban vannak, ez egy érdekes kérdés, bár itt a portál azt írja, hogy nem voltak rokoni kapcsolatban állítólag. Tehát semmiféle rokoni kapcsolat nem volt. Ez így nagyon úgy tűnik, hogy valaki egy random gyereket felkapott, hón alá csapott, és lopott magának egy gyereket, még egy. Azért, hogy utána eladja valakinek? Tehát, hogy ember kereskedem, azt mondom, mit csináljunk? Ma menjünk be ebbe a kórházba, és mi ha hozzunk el egy gyereket, hozzunk el egy gyereket, bement, fölemelt egy gyereket, és kihozta. Azért az megdöbbentő, nem? Az kemény. Ezt képzeld azt az anyukát, akinek azt mondják, hogy hát akkor meg kell szoptatni a gyereket, jó, akkor kimegyek hozom. És azt mondják, hogy egyelőre hát nem találjuk a magáit, itt van addig egy másik. Igen, tehát egyelőre nem találjuk a gyereket. Eltűnt a gyerek. Iszonyat trauma lehet. Hát gondold el, ott fekszel frissen a születés után, és azt mondják, hogy hát neked eltűnt a gyereked, nincs meg. És fogalmuk sincs, hogy hol van. Igen. Én nekem ilyen karszalag félelmem volt, amikor megszületett. Én úgy követtem, hogy még rá nem tették a karszalagot, mondom, ezt most elcserélik itt nekem valaki másra. Tudod, hogy adják, veszik, karszalag, fürdetik, ide teszi, oda teszi, jössz, mész. Én bementem olyan helyekre, és hova nem lehetett volna, amíg nem került rá a karszalag. Úgy az egyből ráteszik, csak nekünk ott volt valami kis csúcás, és még kihozták, tették, vették, és még nem volt rajta a karszalag. Szorítsa meg jobban, az levehető! Még meghúztam egy kicsi anyag, ez innen le nem jön. Amíg meglepődtem volna rajta, hogyha azt mondod, hogy válogathatok a gyerekhez. Mi ki rakjuk már arra, az nekem egy picit, hogy valami olyan formásomnak tűnik. Nézd már, olyan kis csöndes kemény, olyan haja is van. Kékebb a szeme. Olyan kis fura, miénk, ha inkább tegyük át el. Igen, ez olyan kis görcs, inkább hagyjuk. Nézd már, hogy néz ki, olyan kis satya, olyan kis nem tudom milyen, inkább tegyük át erre a karszalagot. Azért ez megdöbbentő. Iszonyat ez sok. Megdöbbentő. Mikor a rendőrség is azért ügyes, hogy ezt így egy órán belül kiderítettük, hogy két órán belül azért képzeljétek el, bajba lennék, hogy merre induljak. Tehát, hogy nem jellemző? Tessék? Hát nem, de hogy így mit, egy órán belül nyilván, ott működött már a házban egy ilyen emberkereskedelmi, nem tudom, üzleti tevékenységet folytató család, vagy tudták, hogy na biztos a Kovácsékhoz kell menni, mert ők általában gyereket rabolnak. Vagy rögtön jelentették a nővérek, valószínű, hogy egy gyanús valaki volt, és elfutott vele, vagy én nem tudom. Ez a baj ezekkel a nagyon szűk rendőrségi közleményekkel, hogy 4-5 mondatot adnak ki, és akkor találgatsz, hogy na mi lehet. De nagyon-nagyon nagy mázni. Szóval... Mennyibe kerülhet egy gyerek? Hát, amikor utoljára vettem, a Spárban. De ezt most komolyan kérdezem, tehát, hogy gondold el, hogy milyen fájdalom. Szerintem nem, képzeld el. Szerintem nem kerül annyi. Attól függ, hova kerül. Attól függ, hogy hova kerül. Most nyilván, ha Amerikába menne például a szülők, akik ezt megfizetik, és mondjuk Oroszországból, vagy nem tudom, Kínából hozzák, ott biztos drága. De még innen kivinni egy gyereket, mondjuk nem tudom, akárhova, Európába, vagy bármi, szerintem pár százezer forintért veszel egy gyereket. Figyelj, az a szülő, akinek nem lehet gyereke, az mindent megtesz azért, hogy legyen. Tehát ha te azt mondod most, hogy ez 3 vagy 5 millió forint, simán megadják. Igen? Szerintem biztos.
Viszont aki eladja, annak meg jobban kell a pénz, mint hogy inkább kevesebbet kérjen, amit biztos, hogy kifizetnek, nem? Aha. 3-5 millió forint? Kíváncsi lennék, hogy egyébként mennyi az értéke. Most fura ezt így számszerűsíteni, meg így beszélni erről, de hát mondjuk ki, mégis van egy értéke, nem? Tehát a fekete piacon, az emberkereskedelemben, ahogy egyébként 50 ezer forintért eladnak egy 18 éves lányt, meg egy ladáért, meg ilyen történeteket is hallasz, meg 30 ezer forintért, úgy egyébként hát nem hiszem, hogy akkor egy csecsemőnek itt milliós nagyságrendű lenne az értéke. Szerintem ez ilyen megrendelésre mehet ez. Az biztos. Ez a történet. Az biztos, hogy nem ilyen, hogy hiszi, hogy akkor van nálam ez is talomban. És akkor a szülő azzal a tudattal éli le az életét, hogy ő lopatott magának egy gyereket? Igen. Na most... Érted, hogy itt mi van? Most tehát, mondok egy nagyon furcsát. Most mondok egy nagyon furcsát. Azt én sokkal jobban elítélem, aki ellopja, mint aki adott esetben megveszi, lopatja. Hát de az lehet, hogy furcsa. Igen, hát nem baj, hogy furcsának talál, azért is vezetem felé. Tehát, hogy én szerintem ott nem lehet tudni, hogy mind ment keresztül mondjuk az a házas pár tényleg, meg hogy, hogy milyen lelki folyamat, meg hány trauma, érdekel, meg izé. Hogy lopat magának egy gyereket? De, nem, hát az, nem, most érdekel a sarkos, sarkítsuk, tehát, hogy persze, csak azt mondom, hogy biztos... Dehogy sarkos. Hát miért lenne sarkos? Hát mit tudom, hogy van egy házas pár, hosszú-hosszú évek óta próbálkoznak, lehet, hogy több vetélés is van mögötte, stb. Igen. Érted? Megint nem azt mondom, hogy elfogadom, azt mondom, hogy ahhoz képest, aki pénzért ellop egy gyereket úgy, hogy csak a lóvét látja meg előtt, és semmiféle érzelmi indítatása a dolognak nincsen. Nekem szinte ugyanaz. Mind a kettő életfogytig sokáig rohadjon ott a börtön. Tehát aki lopat magának egy gyereket, nagyjából tulajdonképpen ugyanazzal kötöm össze, mint aki ellopja, csak még gyávább. De most kérdezed, hogy még ennek, rosszabb, ennek, mert hogy még nem ismeri megtenni, van. Tehát én azt mondom, hogy nem, hogy érthető az ő szándéka. Persze, értem, hogy mit mondasz, nem felmented őket, akik lopatnak, csak hát, azt mondod, hogy durvább, nem is akarlak ilyen sarokba beszorítani, de számomra ugyanaz. Tehát most, ha én lopatok magamnak egy gyereket, még gyáva is vagyok, viszont pénzem van, és azt hiszem, hogy a pénzemmel minden megteltek, az nagyjából ugyanaz, hanem durvább, mint ez egyébként az a félbolond, aki 5000 forintért meg ellopja, mert annyira hülye, hogy még csak nem is gondol bele, hogy ennek egyébként milyen érzelmi vagy nem is félbolond, hozadéka van. Totálisan gátlástalan. Totálisan gátlástalan, érzelemmentes. De hogy te úgy nevelsz ilyenkor egy gyereket, egyébként, hogy te 18 évig arra a gyerekre úgy nézed, hogy ez nem a tiéd, és ezt te loptad ezt a gyereket. Hát ezt hozzá sose fogod neki bevallani. Hát, 18 éves korában sem nyilván fogod azt mondani. Na most már nagykorú vagy, akkor én most elárulom neked, hogy Magyarországon lopattalak téged. Tehát nyilván nem fogod, de az elkeseredettség az meg nem is csak a gazdagoknak a privilégiuma. Én is ismerek olyan párt, akik nem élnek jól, de mindent megmozgattak volna azért, hogy legyen de gyerek. De nyilván nem akarnának lopni. Nem jutottak el idáig, hát de szerintem egy ilyen lökés kellett volna, csak hogy belemenjenek. Hogy lopnak maguknak egy gyereket? Igen. Meg hát azért fura, szerintem az nagyon kemény. Azért fura, mert hogy számtalan lehetőség van arra, hogy az ember örökbe fogadjon egy gyermeket, akinek nincsenek szülei, ilyen-olyan okból kifolyólag, vagy mert nem tudták felnevelni anyagi okokból, egzisztenciális okokból, vagy azért, mert elvesztette a szüleit, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan gyerek van sajnos a világban, akiket örökbe lehet fogadni, és akik igazából arra várnak, hogy legyen valaki, hát aki ezt ez igen, egy család. Dolog, főleg, hogy egy kis csecsemőt akarsz, vagy egy év alatt itt, mert ugye egy 3-5 nyolc éves gyereket már nagyon nehezen fogadnak örökbe. Igen. Tudod? Tehát mindenki csecsemőt akar örökbe fogadni, és az meg nem egyszerű. Most már Magyarországon ki nagyon sokat könnyítettek ezen. Tehát, hogy azért ezen dolgoznak, és most már azért lehet igazából. Tehát több gyerek van, mint ahányan akarnak gyereket örökbe fogadni, és most már nem kell azért hosszú-hosszú éveket várni. Tehát most nem azon 8 év, meg 5 év. Be kell adni, van egy csomó kritérium, aminek meg kell felelni, nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel Magyarországon, és meg kell nézni, hogy hova kerülsz a várólistára. Attól függ, hogy ugye milyen igényeid vannak, mennyire szűkíted a spektrumot, mi azért ezzel elég sokat foglalkoztunk a Wikivel, és akkor megmondják, hogy ha mindegy a neme, ha 1-től 3-ig, akkor viszonylag elő vagy. Ha szűkíted, 0 és 1 között fiút szeretnél, nem tudom, megmondod, hogy miért igen, miért nem, akkor aha, hátrébb kerülsz a várólistán. Tehát ez nagyon, nagyon képlékeny, de már nem arról van szó, hogy 5 évet kell várni. Csak én azt nem értem, hogy akinek nincs gyereke, és szenved attól, hogy nincs gyereke, az egyébként hogy jön ahhoz, hogy ellopjon egy gyereked, felmentve magát azon tudat elől, hogy ő ugyanezt okoz egy másik embernek, aki úgy éli le az életét, hogy ellopták a gyerekét. Hát ez hogy? Tehát, hogy ez erkölcsileg semmiféleképpen felfogadható, meg megmagyarázható. Szóval ez egy érdekes téma egyébként, igen. Állítólag térfigyelően látták a rendőrök őket, és igen, ezt láttam én is, ezt az SMS-t, ez még nem biztos, tehát valószínűleg gondolom, hogy a hallgató is csak gondolja.
Nem tudom, tehát az a baj, hogy erről nincsen semmi info egyelőre. Valószínűleg az lehetett egyébként, hogy nagyon hamar észrevették, és egyből rájuk küldték a rendőröket, és lehet, hogy valóban a térfigyelő kamerával sikerült aztán kifigyelni, de hát igen. Szóval képzeljétek el, ez egy 4 gyerekes anyuka, mert ugye 4 gyereke volt, akik vagy szintén benne voltak, mert ugye őket is megbirincselték, vagy nem tudom, mi történhetett ott, valami összetűzés. Azért ott szép lett egy karácsony, nem? Jó, sikám, indulj a gyereket dobni, mert úgy segbe rúglak, ha nem érsz vissza délre egy gyereke. Anya! Félbeigli van, anya, hol van a gyerek, hol? Anya, 2 hoztunk tegnap, anya, 6 pihenjek már egy órát, anya lét. Azért az egy kicsit komoly. Kedves kis család lehet. Erre szeretnék ugye átmenni hozzájuk. Igen, a gyerekek eleget fölkeltek, azt elindultak gyereket lopni. Hát, azért inkább krumplit lopjanak, nem? Na mindegy. 7:30, pontosan 8 perccel Oven bácsival és Berulénivel játszunk, lehet jelentkezni játékban. Jó, Ákos elmondja a híreket, a hírek után jövünk a játékam is. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 múlt 2 perccel az M3-as Debrecen felé vezető oldalán a Görbeházai pihenőnél természetfotót és drága portrékat is készít a szerv. Ezt Krisztián küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Váci úton a centrum felé még a Tungsram előtt a belsősában több autót találkozott. Torlódunk. Ezt Kriszta írta nekünk. Igen, ez a Váci út centrum felé vezető oldala. Igen. M6-os 48-as kilométerénél fotóznak méghozzá Pécsi irányába menőket, Borsodnádasdon szintén mérnek, és a Százberki vasúti átjáróban ismét menetrendszerűen nem működik a fénysorompó. Ezt Bati küldte nekünk. Apa, olyan melege van a macimnak. Akkor vedd le a bugyidat. Legyél már. Mindig eszem. Vannak reklámok, amiről valami tök másút eszembe mindig. Jó, de miért pont ez? Kislányom, ez remek választás. De jó, mert Anna az a reklám célja, hogy megmaradjon, nem? Az megmarad. Tudod, mit reklámolsz egészségedre? Na, hát már meg is büntetnek. Na. Húcikusz. A klímát reklámoz egyébként, nem? Aha, azt. Ezért kapod a klímától, látod ezt a tűzit. De nem jut eszetek be erről a reklámról, vagy ilyen reklámról valami más, mindig? Hát de. De nem ez. De nekem ez jutott róla eszembe, ezért mondtam tegnap vagy tegnap előtt. Hogy? Egy adáson kívül ezt is. Na jó. Igen, hogy ez a picit fura. Kicsit olyan pedó, igen. Na, van játékosunk? Van, persze. Van, kínai műfében dolgozó játékosunk van, aki már itt is van. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel. Cseng. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello. Letti? Így van, én Letti vagyok, sziasztok. Szia. Letti, honnan hívtál minket? Nem, Budapestről csörgök. 8-ból. A Nikolettnek a rövidítés a Letti? Nem, a Violettáé. Violetta? Ez egy ősi kínai név. Valószínű. Mit csinálsz ott a 8-ban, a kínai büfében? Ott dolgozol? A 9-ben dolgozom, igen, a 8-ban lakom, és a 9-ben dolgozom. Uh-huh. 9-ben dolgozol, mint kínai büfés. Így van. Aha. Uh-huh. Kínai a főnököd? Aha. Kínai házas pár. Aha. És milyenek? Hát, kemény. Tudnék mesélni róluk, de... Igen, hát nagyon nehéz megszokni. Hát nagyon-nagyon nehéz. Vagy lehet, hogy nem is lehet. Nem, ide jönnek, ők hatalmaskodnak, nem? És ők a főnökeid, és megmondják, hogy mit, hogy. Persze, nyilván érthető, hogy nyitottak egy kínai büfét, és magyar alkalmazottjaik vannak, csak... De miért hatalmaskodnak? Inkább úgy elnyomnak. Igen, ezt hallani róluk, hogy ilyenek. Hmm. Igen. Mit tudom én, rosszul érzik magukat, hogy kommunikálok a vendéggel. Igen, nem érti, nem érti, tudod? Nem érti, hogy te miről beszélsz. Igen, és tehát ez irritálja. Lehet, hogy ez frusztrálja, mert azt hiszi, hogy azt mondod éppen, hogy ide jönnek ezek. Aztán hatalmaskodnak itt rajtunk. Igen. Van benne némi igazság. Ne egyél a csirkéből, ne egyél a csirkéből. És rád szól, hogy ne beszélgess a vendéggel?
Igen. És hiába mondom neki, hogy sok vendég azért jön be, mert örül neki, hogy kimozdul a munkahelyéről, és örül neki, hogy egy kicsit szabadon beszélgethet valakivel, szóba állhat, nem csak mindig a munka-munka. És nem érti, hogy miért nem a munkámat csinálom, miért beszélek. Az ott Kínában ez úgy megy, ugye, hogy ott nincs ez a beszélgetés, vagy ez a fajta... Hát valószínű, hogy nincs. Igen. Hát annyi idő alatt, még kitálok egy ételt, mondjuk, mit tudom én, 15 másodperc alatt, megkérdezem, hogy hogy vagy, ez már nem lehet ilyet csinálni, aha, mert akkor nekem lassú a munkám, közben nem lassú, mert hát törvünk, mint a... Ezért kellett volna egy hawaii büfővel elmenni dolgozni, ott gyakorlatilag lehet, kötelező lenne minden reggel minden egyes vendégnek a nyakába virágfűzőt rakni. Ez milyen jó lenne, igen. Lassabbott az élet. Figyelj, hogy a fenébe csinálják, hogy 300 forint egy tál csirke rizssel? Hogy jön ki nekik? Milyen csirke az? Vagy milyen rizs? Vagy milyen tányér? Vagy honnan szerzik ők az alapanyagot? Mit csinálnak ők? Nem lehet ennyiből kihozni. Ki lehet, mondjuk a 300 forint egy kicsit. Múltkor láttam valahol, mentem a városba, 450 volt egy tál étel, 450 forint egy hát adag. Hát akkor az valószínűleg nagyon kicsi adag lehetett. A sok rizssel. Igen. Nagyon kis adag sok rizssel. Igen. De láttad, hogy honnan szerzik a húst? Vagy hogy ne, hát én is minden nap ott teszek, tehát a vétel minőségével biztos, hogy tehát az 100%-osan állíthatom, hogy teljesen korrekt. Tehát ellenőrzött forrásból származik a tofu. Tessék? Ellenőrzött forrásból származik a tofu, ugye? Abszolút, abszolút. Tehát bárkinek oda merném. Hát előfordul olyan, hogy mit tudom én, tegnapról megmaradt csirke. Azt mondom, hogy azt nem adom oda a vendégnek, de... De majd ők aztán szólnak, hogy adod-e. Persze, hát azt csak úgy mondhatom a vendégnek, hogy nem ajánlom, hogy meg ne hallja. Aha. Hát, és ők beszélnek magyarul, vagy? Szemkontaktussal beszélek a vendégekkel, hogy jobbra-balra mozgatom, azt nem, hogy hát inkább válasz valami mást. Aha. Ők már tanulgatnak magyarul, vagy értik, hogy te mit mondasz? Igen. Mondjuk ők elég jól beszélnek magyarul. Aha. És mindig ott vannak? Nagyon szépen az a káromkodni. Tényleg magyarul, vagy kínaiul? Persze. Így is, úgy is. Mindig ott vannak? Egész nap ők is ott állnak a büfében, főznek, segítenek? Egész nap. És ugye a magyaroknak a nagy sztereotípia, hogy a kínai nép milyen szorgalmas. Hát egy nagy lópikula szorgalmas kínai nép. Hát amit a tulajdonos már hova szorgalmaskodjon, ő csak ellenőriz. Nem, nálunk úgy van, hogy a tulajdonos a szakács, a tulajdonosnő az a főatya úristen. Na, de hát azért, ha a tulaj a szakács, akkor azért szorgalmasak. Hát, de hát, akkor beáll dolgozni. Amit muszáj, azt megcsinál, ugye hát ő tudja megfőzni az ételeket, tehát más, az, csak ő mindig ő főzi meg. De akkor ő főz, hát akkor dolgozik. Igen, nyilván, megcsinálja, mit tudom én, reggel 8-tól 11 óráig fölfőzi a pultot, egy kicsit ott kiszolgál, még sokan vannak a vendégek, és aztán délután 2 órától este 9 óráig összetol magának 4 széket, és alszik. Fantasztikus. És mindezt az üzlettérben. Természetesen, hát mit gondolsz? Azért ez kemény. Nagyon kemény. És akkor van egy kézi emberke a konyhának, hogy előkészíti a holnapi zöldségeket, húsokat, ameddig a nagyságos úr alszik a 3 széken. Ja, ők hallgatnak rádiót egyébként? Szoktak? Biztos, hogy nem. Hát meg... Nem? Nem. Nehogy aztán valami kis benne túlvezérel tolmács lefordítsa nekik ezt a beszélgetést, hogy hallották-e reggel a Class FM-en? Hát az vicces volna. Azt mondani tegnap Class FM-en bálásznak, de én összetolni székeket. Igen, kicsit aludni, 30 milliárdom neked, 4200 étel munkakönyvet, köszönjük szépen. Ki vagy rúgva? Nem, biztos nem lesz ilyen. Há, bátor vagy. Mit kértek? Kumpa most csirkét? Vagy mit mondott ott valaki? Ne, most mondja a férjem, mert ő is kínaiban dolgozik. Na. Hogy a Jani meg a Feri már voltak nála. Na, hol? Ő a 8. kerületben dolgozik. Aha. Az én férjem. A keleti pályaudvartól nem messzire lévő, meg keleti meg a Blaha közt lévő. És mit vett a Jani? Leértékelt zoknit? Nem, stoppoltat. Stoppoltat. Figyelj, a keleti és a Blaha közötti kínaiban dolgozik a férjed? Így van. Az egy nagyon jó étterem. Így van. Én ott nagyon jól éreztem magam, azért nagyon azt jó mondja, étterem. Azt mondja a férjem, hogy kézzel húzott tésztát ettél ott, Jani. Kézzel húzott tészta? Aha. Volt, ez a specialitása az étteremnek. Egyébként tényleg iszonyú jó volt, az egy nagyon jó kis étterem. Azt szerintem nem, tehát ez nem egy büfé kategória.
Az nem büfé, nem. Én azért nem választottam azt az éttermet egyébként, mert oda nagyon sok kínai jár, és ez szerintem egy jó jel, mert hogy akkor ott valószínűleg tényleg kínai konyhát. Igen, tehát nem is csinálnak Pesten máshol ilyen eredeti. Hát ugye Lanzóvárosban onnan terjed ez a kézzel húzott tészta, és ennek az étteremnek is a... Figyelj, és azért... Arról nem kérdezted őket, hogy ez igaz, hogy 1986 óta nem halt meg kínai Magyarországon, mert mindig jön egy másik, aki a helyébe lép, és egy útlevél lelé 26-an laknak itt nálunk, vagy csak másképp így meg gondolkodtam már ezen, hogy ugye hát nagyon hasonlítanak egymásra, hogy én nem tudom, hogy vannak-e ilyen visszaélések így jogosítványból útlevélből. Hát dehogy. Szerintem egy útlevéllel 1000 kínai utazik. Tehát a biztosság, hogy statisztikai adatok szerint 20 éve nem halt meg egyetlen kínai sem Magyarországon. Azért az is elég érdekes. Na jó van, engem csak az érdekel, hogy tud ilyen olcsó lenni a hús, de tényleg, tehát hogy milyen... Nem olcsó a hús, tehát ugyanannyiért veszi a hús, tehát... Hol láttam én ezt a... 550 forintból hozunk ki egy sima rizs, és hozzá egy bambuszos csirke. Aha, hát az mondjuk nem annyira olcsó. Abban van mondjuk, nem is tudom hány deka a hús lehet benne, de hát nem sok. Egy 6, 8. Körülbelül igen. Meg hozzá ugye a kukoricakeményítős szósz, egy kis zöldség... És csalnak? Pakolják a bendőt és kész. Tesznek bele ilyen ízfokozókat, meg ilyeneket? Persze, hát az mindenhol van. Ugye az ez a kínai show, hát ez az a... Az attól olyan az íze, azt el kell fogadni, ők is ezt teszik. Ez a nátrium glutamát. A saját ételükbe is teszik. Azért hát érzed ezt az ízrobbanást a kínai teszem, hogy tele van nátrium glutamáttal. Igen. Az ízfokozó. Na jól van. Oké, hát reméljük még lesz munkád ma. Én is, ha nem, akkor majd jelentkezem nálatok, jó? Ja, jó. Figyelj, 10 óra után délig én is összetolt székkel alszom, mint a szerkesztői szobában általában. Viszont lenne egy helyi kínai büfésünk. Igen, na, viszont tudnál nekünk főzni itt mindenféle finomságot. Igen, vagy igen, jó lenne. Vinnénk kitelepülésekre, és te főznél nekünk, igen. Ajaj, hiba nem lenne benne. Igen. Na jó van, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni, figyelj. Zordvidéken vannak. Zordvidéken vannak. Szernyű a tél. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. La 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 la. No. Ah. Hát az egy fontos. Legyetek jók most. Napolom. Ah, egy emberiség elleni bűncselekmény ez a dal. Ez a jó fejeskedő olasz sorozat. Igazából ezt hallgattuk egész nap a büfében. Ezt a dalt hallgatjátok egész nap, szegény? Persze, csak kínaiul. Az de szép lehet. Tényleg ő kínai zenét hallgatnak, vagy magyar rádiót? Hát hála a magasságos atya úristennek, hogy nem megy a nyekergés bent a büfében. Na, rúgjál még beléjük még egyet, ez jó. Figyelj, írd már meg nekünk holnap, hogy van-e állásod. Jó. Jó? Meg okay. Meg nyilván holnap lesz ebből, sokat gondolkodol rajta, hogy így valami pozitív dolog velük kapcsolatban esetleg. Egyébként van, tehát ami a pozitív dolog, ami tényleg nagyon mellettük szól, hogy jó szívűek. Tehát tényleg tökre jó szívűek. Igen, most jössz vissza egy kicsit. Próbálom, hogy van-e pozitív, de... Mármint miben, hogy mit tudom én, előbb adják oda a fizetést, hogy mindig adnak egy kicsit, vagy hagyják, hogy megtartsd a borra valót, vagy elengednek 4 órakor, ha neked 6-kor járna le a munkaid, és azt mondta, hogy el kell menned, vagy miből ér, vagy csak kedvesek, abból érzed? Én azt mondom neki, hogy 4 óráig tart a munkaidőm, azt mondom neki, hogy én most 2 órakor el szeretnék menni, mert akármiért, akkor azt mondja, hogy jó, le. Tehát semmi, nem, nincs belőle probléma. Jó, menjél, csak hagyj aludni. Nem, de tényleg, hát én, vagy a fizetés, hogyha azt mondja, hogy 10-én van fizetés, akkor ott nincs kettő, akkor 10-én fizetés. Ha azt mondom neki, hogy 6-án lenne szükségem a fizetésre, mert akármiért, akkor azt mondja, hogy tessék. Ilyen szempontból nagyon, ezért ilyenek miatt vagyok ott. Ha nem lenne ez, szerintem nem bírnám. Hát ha még ez se lenne, akkor azért az tudom, virág lenne. Leti, köszi a játékot, küldjük neked az ajándékcsomagot. Én is köszönöm. Hello, fiúk, további szép napot köszi, kívánok nektek. Ciao, hello. Na jó, a 8 óra pontosan jön a mi drága Gáborunk. Jaj, végre, múlt héten nem volt. Hazajött a táborból. Remélem hozott reggelit. Azt kíváncsiak, hogy hozott-e valamit. Szerintem kamuzik. Nagyon jól ígérgeti más semmit. Hogy végre megkóstolhatjuk a mangóleves puliszkáját pirított pisztáciával. Igen. Úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már
Time. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:09 lesz, egy perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, friss meleg közlekedési hírekkel. Trafi a kínai büfé előtt az M3-ason a 141-es kilométernél, Kajdós kútnál, Budapest felé írta nekünk Bazsi. Aztán Balatonfüred főúton Jolly beül az A8-asba, Béla papa az Ivekos küldte nekünk. Kunszent Miklós Tassi vonat Kőbánya Kispest felé 20-25 percet késik. MÁV forever, írja nekünk valaki. Az M0-ás 7-es út kereszteződésénél egy srác csak fotóz, nem mér, üzeni papi, és a Görbeházai pihenőnél természetfotó és drága képek is egyben készülnek. Sziasztok, Baján ahányszor megyünk a kínaiba, mindig pornót néz a csávó. Egy kis kuxliba, írja valaki. Ismerősöm állateledes, figyeld, jönnek a kínaiakkal kapcsolatos legendák. Ismerősöm állateledes boltjába benyit egy kínai nő kacaván, a többit ki lehet találni, persze, nyilván. Ez már legenda. Debreceni orvosügyeletben kínai kaját evett, belement valami a fogába, egy hét után elment a fogorvoshoz, hogy szedje ki valahogy azt, ami belement a fogába. Kivette, egy kutyacsip volt, leolvasták Debreceni. Persze, ott elég nagy luk lehetett azért, ha a kutyacsip így belement, és igen, egy hét után kezdett igen zavarni. Ez kinek a stand-up comedy-jében volt benne? Debreceni volt a blöki. Budakeszi úton lassú a haladás, úgy vagyunk, igen. És van egy trafi, de azt már mondtam. Hát ennyi, gyerekek, nagyjából. Tényleg a kutyakaját nem kérdeztük meg, hogy csinálnak-e. Kína bizonyos régióiban, tartományaiban még mindig. Persze, de hát az más, őket arra tenyésztik, azt azért ne felejtsük el, hogy ez nem úgy van, hogy a kedvenc házi állatát csapja nyakon, csengapó, hanem arra hát tenyésztik. Azért ki tudja, mi van arra, messzi vidéken. Ja, hát egy-két kóborkutyát elkóborol, azért az csúnya. Hú, én valamelyik csatornán láttam. Már bocsánat, ne, hogy azt higgyük már, hogy a kutya nem tudja, hogy mi fog történni vele. Azért gyakorlatilag a világ egyik legintelligensebb állatáról beszélünk. Tehát, hogy én megmondom őszintén, hogy sok minden szimpatikus a kínaiakban, de ez például marhára nem. Ez nem igazolja azt, hogy itt egy több ezer éves, nagyon-nagyon intelligens kultúráról van szó. Ráadásul ínyenségnek fogják fel, tehát nem is kényszerűségből fogyasztják, mert hogy nincsen más. Aha. Igen, nincs különbség egyébként a kutya vagy a kacsa megölése között, vagy a szarvasmarha levágása között. Tehát, hogy nem sajnálom azért jobban a kutyát. Sajnálom az összeset, de ugyanakkor én meg is eszem. A kutyát elvi kérdésből nem ennék, meg lovat talán. Tehát ez a kettő, amit semmiféleképpen nem. Lókolbászt pedig ettél már itt a műsorban. Megkóstoltam egyszer, igen. Igen, de hogy én elmenjek és lókolbászt vegyek, az nem. Pedig nem. Egészséges, egy csomó mindenre jó a lóhús. Igen, igen. Állítólag, igen. De én sem szoktam falatozni így nyers lovat, mondjuk, mert azt mondják, hogy például hogy a nyers lovat ne is egyél. De a második világháború után én nyersen szeletet, kiszárított lóhús. A más idők járnak már, Feri, azért. Én is azt gondolom, hogy elmúlt ez. Én nyitott vagyok azért sok mindenre. Értem, de... én, hogy kísértésbe esel néha, amikor kilovagolsz, de hát mégse üzd le egy furkoslott, és egyéb állam. Vannak hínségesebb idők, amikor az ember erre úgy azért, hogy rákényszerül. De most már azért ez nem jellemző. Na, csütörtök van, kitáborozta magát, visszajött, ami drága Gáborunk, úgyhogy az M-es övezettel folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello! Jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello. Hello, Gábor! Na, milyen volt a tábor? Vége lett a tábornak. Egy gyerektáborban voltam, biztos tudjátok, beszéltünk róla még két hete. Jól le vagy sülve mindenhol? Hát, kis esőzés is volt. Számháborúztunk, és fociztunk, és finomakat ettünk. Egy reform szakács készítette az ételeket. Zemplén erdőségében, úgyhogy fantasztikus volt. Hány éves gyerekek voltak?
kisiskolások és felső tagozatosok voltak általában, szakképzett nevelőkkel, egészségügyi órákkal, kreatív foglalkozásokkal. Ez inkább ilyen iskolás tábor, és az a cél, hogy az egészségnevelés, a fejlesztés, a kreativitás. És te is ott számháborozul ilyenkor, egy számmal a fejednek húszol, mászol a földön. És vagy te vagy a tábornok. És nagyon üvöltöz. Elkaplak, kicsi! Leolvasom. Gábor igazából bácsi, nem Gábor bácsi, a generális vagyok! Takard el a számodat! Nem? Az a nehézség, hogy én szemüveges vagyok, és szemüveg nélkül kéne számháborúzni, és hogy elég nehéz. Ezért én inkább a futballt választottam. Focizol tényleg? Igen, igen. Én a budapesti Honvédnak a jobb hátvédje voltam, ha szeretnétek tudni. Aztán, igaz, hogy csak egy szűk évig. És melyik korosztály? Hát ez még, az ifi előtti, ez a 14-15 éves korosztály. Aztán nem zárták be a kaput? Egyig voltál? De utána mi történt? Eladtak? Igen. Nem bírtam azt a milliót. Én most azt nem fogom részletezni, de nem bírtam azt a futballista milliót, ami ott zajlik. Az nem mindig a fociról szól. Igen, ismerve azért téged most már lassan, hogy éve a kis lelki világodat, a világhoz való hozzáállásodat, az nem meg az egyáltalán egy mentalitásodat, tehát azért igen. Ott egy férfi öltözőben, ami elhangzott a te kis érzékeny lelkednek, azért az nem. Tehát azért neked sokkal jobban eltűnik. Nem érted, törd el a lábát! Igen, ezután mentél lesz szinkronuszni? Igen, de ott csak az angol spárgáig jutott. Azt mondjuk megértem. Ez jó ez a tábor egyébként, ez engem tetszik, ilyenre biztos, hogy elküldeném a Benit. Nyilván független attól, hogy akar menni vagy ha nem. Persze, de hogy van otthon. Ez szülők nem jöhetnek, mert a csapat kapitányok és kapitány helyettesek vigyáznak a gyerekekre, és felelősséget vállalnak értük, de van egy éjszakai túra is, sok-sok minden érdekesség van, és kapitányok vannak, zászlófestés van, indulót kell írni, elő kell adni. Hát kőkemény, mint egy régi cserkész táborokban. De jó, az jó. Hangulatos. Még vannak ilyen táborok. Na, hoztál nekünk reggelit, de akkor ezt hagyjuk a végére. Jó? Hogy mit hoztál? Ez enyém mozog. Tessék? Az enyém él. Nem. Pedig nincs is nagyon állatérredő benne. Nagyon fura is kicsit. Ne hülyeskedj, hoztam egy kis csülköt rá. Dobd rá, igen. Na, de készültünk valamivel, ugye? Aminek már 2-3 hete is lett volna aktualitása, csak mindig volt valami téma, ami közbe jött, de most tudunk róla beszélni. Igen, ez a híres nevezetes botulizmus. Erről ti is hallottatok, és mindannyian hallottunk, hogy időnként vannak ilyen mérgezések. Nem túl gyakori, de a régi világban volt, hogy családokat is kiirtott ez a bizonyos baktérium, és a mai élelmiszeriparnak a kulcs eleme, ez a bizonyos baktérium, ez Clostridium botulinum névre hallgat. Ez egy ételmérgezést okozó ágens, egy mikroba, ami súlyos idegrendszeri ártalommal járó ételmérgezést okoz. Régen halált okozott, most is okozhat halált, hogyha nem megyünk időben kórházba. Most már van antiszérum a Clostridiumra. De milyen érdekes a természet, bocsánat, hogy egy embernél egy 1 millió vagy 10 milliószor kisebb valami simán leterít. Nem? Kinyír. Hogy egy pillanat alatt. Szabad egy szemmel mikrogram, nem is látod. Egy mikrogram. Egy mikrogram toxin. Nem, ez maga a baktérium az egy éves kor alatt, ezért nem adhatunk, ugye, egy éves kor alatti gyermeknek mézet. Mézet, mert Clostridium botulinum lehet benne, és az ugye a baktérium is árthat a babának, de felnőtteknél csak a toxin árt, és egy mikrogram leteríti az embert, egy milligram pedig több millió egeret is elpusztít, tehát ez egy nagyon erős baktérium. Talán ismeritek, sőt biztosan ezt a botox nevű kozmetikai eljárást, hogy hölgyek nem akarnak ráncosodni, és akkor ilyen botox kezelést adnak maguknak. Ez végül is az idegpályáknak egy olyan bénítása, hogy már ugye szinte a mimikát is blokkolja. Hát Nikol, de... mert már azért nem tud anélkül mosolyogni, ne repedjen fel a homlok a szegénynek, láttátok? Hogy néz ki? Mondjuk még a Sher is elég keményebben. Ő egyébként még érdekes módon viszonylag így tudja tartani a hát, az a lányom van neki, azért van mimikája, de Nicole Kidman az döbbenet, és hogy egy gyönyörű nő volt. Hasonló anyagból állítják elő? Ez a botulotoxin, aha. Így van, így van. Na most, amikor ez bejut a szervezetbe, akkor van baj, és Feri, nem fogsz neki örülni, de a hús... Tudom, hogy miben van. Ez a hús készítmény. Hát ez a kolbászkészítés egyik nagy ilyen választóvíz, hogy megmarad-e a család, vagy se, ha megmaradt, akkor jó volt. Amikor az univerzum törvényét szerint neked lehet, hogy legalább már 4-szer át kellett volna esni. És mégis milyen jól nézek ki ma is, hogy ugye? A Feriben nem vettél, még egyszer olyan kolbász, aki minden háztartáson legyen, gyere Feri, van kolbász, kóstolmány. Tehát, hogy ez így hogy nem futottál még ebbe? Tudom, hogy hova kell menni. Ez igaz? De máshol is ezt, nem mindig te veszed. Hát mész ide-oda, igen, nem viszel magaddal mindig egy kolbászt, nem? A válladon, hogy leakadni. Kész kolbászt, nem van nálam. Igen, te nem mindenről szabad enni. Megkóstolod a friss kolbászunkat? Persze, család hol van? Hát képzeld el, szörnyű, a múlt héten a torrúta.
Igen. Főleg Angliában, tudjátok, ahol a húst félig sütik meg, és egy kicsit véres a csont mellett. Angliában vannak időnként ilyen járványok, de volt Franciaországban, Japánban sonka, kolbász, tehát általában a füstölt készítmények, bacon, de sajnos a kagyló, a fagyasztott hal, a libamáj is hordozhat ilyet. De miből veszem észre? Eszem egy szelet kolbászt a feléknél, és meghívom a liftet, utána áldogálok a liftbe, és egyszer csak összeesem, vagy egyszer elkezdek izzadni, nyáladni, hevesebben ver a szívem, tehát vannak tünetei, vagy ez? Néhány órán belül bekövetkezik a halál. Abból veszed észre, illetve abból veszed észre, hogy nem veszem már semmit. Igen. Őrizd meg a méltóságomat, ha megtalálsz majd a liftben állatok, jó? Ne szelfizje velem egyet, jó? Látási zavar, kettős látás, reflex hiány, tehát nem reagálsz a környezetre, és ez nem alkoholhatás adott esetben, hanem botulotoxin hatás, beszédzavar, légzészavar, és később 3-6 óra között, 3-6 napon belül pedig a halál is beállhat, tehát néhány órán belül nem áll be a halál, hanem inkább a tünetek jelentkeznek, és ilyenkor tesztelni kell, tehát hogy a Balázs egy picit bebamulva áll a lidna, akkor oda kell menni hozzá, és akkor reflexek, oké? Okay? Jamar! Balázs, kamos, tetszés, hey! Húha, ez lehet, hogy botulizmus. Igen, már visszaütött volna. Az a nehézség, hogy tudjátok, egy erjedést, mondjuk egy lekvár megerjed, azt megérzed. De az nem okoz igazából semmilyen komoly ártalmat, és egy enyhe hasmenést. Az ételmérgezést nem érzed meg, legalábbis az ételnek az ízén, semmit nem érzed. Ez jó ízű, füstölt hús, főleg a köröm, a sertés köröm kifejezetten fertőződhet Clostridiummal, és súlyos ártalmakat okozhat, tehát mondjuk egy ilyen körömmel készült lencse leves, füstölt körömmel, az kifejezetten okozhat ilyen ártalmat. Volt ilyen hír is, hogy egy azt hiszem osztrák ügyvéd halt meg éttermi sonkától botulinum toxin miatt. Tehát figyelni kell erre. A konzervipar, az élelmiszeripar mindig figyel erre. Érdekes, hogy nem annyira az üzleti termékek hordozzák, tehát egy üzleti füstölt sonkát veszel, nincs igazán esélye a botulizmusnak, hanem a házi disznóvágás, ahol nem füstölik, nem sozzák meg kellőképpen, nem tudják, hogy kell vele bánni, vagy nem tesznek hozzá nitritet, ugye erről beszéltünk korábban, hogy a nitrit az blokkolja a Clostridiumot, de házilag nem mindenki használ nitritet, pedig ugye az Európai Unió ugye elvárja, használják, mert ez véd, ugyanakkor egy rákkeltő, vagy feltételes rákkeltő anyagról van szó a nitrit esetében. És tudjátok, hogy a citrom... Gyors helyett a lassú halált választod. Lassú halált. A citromsavas kezelés ezért olyan gyakori, hogy szinte mindenben találtok valamilyen savanyúságot szabályozó anyagot, foszforsavat, citromsavat. Ez azért van, mert 4,5-es pH, tehát bizonyos savhatás alatt a Clostridium nem képez toxint, nem szaporodik, ezért egy gyümölcskonzervben, egy savanyított citromsavval, savanyított konzervben nem számolunk Clostridiummal, tehát nem okoz ételmérgezést. Tehát a bizonytalan eredetű kolbászt ajánl fel a házigazda, akkor mossuk meg citromos lében. Nem, az már késő, ugye akkor már szaporodott bennem. De az elkészítés módja. A rosszul füstölt húskészítmények okozták gyakran azt, hogy a disznótoros vacsora után most képzeljétek el, hogy mindenki szinte meghalt. Mondjuk egy-egy, nem volt az gyakori. Hát az disznótoros vacsora után még nem haltál meg, mert akkor füstölt húst te nem ettél, a disznótoros vacsorán a friss húst tetted meg, kicsit később halhattál meg, de igazad van, igen. Ezért most már nagyon komolyan veszik egyébként a háztáji füstölést is, tehát nem lehet csak úgy füstölgetni. De az elmúlt 50 évben azért itt csoda, hogy nem haltak meg százával az emberek, hogy egyszerűen. Milyen disznóvágások vannak, meg a gyere Józsikán, vágjuk meg a tamalatot, majd belőle, érted? Húzzuk, azért, mert valaki így beszél, attól még tud disznót vágni és füstölni. Én azt értem, de hát azért... Mi is füstöltünk mindig otthon, csak nálunk mindig az volt, hogy apám a homlok elá csapott. Basszus, már egy fél napja benn van, a rohadt élet. Hát, ki kéne venni? Soha nem volt semmi baj. Most amire vigyázni kell, még az a keresztfertőzés, ami azt jelenti, hogy például valamilyen késsel mondjuk húst csontoznak, és azt a kést nem mossák le jól, és salátát készítenek vele. Egy zöld salátát, egy görög salátát, és befertőzik a húsban, vagy a húson lévő akár szalmonellával, akár klosztridiummal a zöldséget, mondjuk egy majonézes salátát készítenek, és az teszi tönkre a szervezetet, az okozza magát a mérgezést, mert a húst aztán megfőzik, megsütik, és az ott elpusztul. De a zöldségben nem. Nagyon gyakori az ilyen keresztfertőzés, azért... Ez a pesztos történet, és az semmiféle állati eredeti dologgal nem találkozott. Ott is keresztreakció. Valami keresztreakció volt, mert nem is gyártanak állati eredetűt nagyon. Igen, nagy kérdés egyébként, hogy honnan származhatott. A talajban is van Clostridium botulinum, hogy lehet, és hogyha nem mosták meg kellőképpen, nem tisztították, akkor akár gombán is lehet, akár zöldségen is lehet. Reszkésetek, vegások! Még egy vegetáriánusnál is lehet szalmonella. Jó van.
Fény, csak a fényevés. Csak a fényevés az a jövőd. Egyetlen nem, mindenre van. Elmondható, bocsánat, mindenre elmondható, hogy ez csak, látod, mit mondott a Gábor is, hogy a húsos késsel elkezdesz salátát vágni. Nincs ilyen. Nem vágsz normális helyen például, mert nyilván háztartásban nem igaz, de ugye az ipari konyhákon meg az éttermekben azért van külön vágódeszka mindenhez. Pontosan ezért. Igen. És azért kell nagyon elmosni. Tehát ha ezekre odafigyelsz, akkor azért nem lehet ebbe úgy rögtön csak belehalni. Így van, ezért sem olyan gyakori ez a probléma. Viszont van egy réme az élelmiszer technológusnak, ez a disznósajt. Tudjátok, hogy a régi disznósajtnak a formája az ilyen gömb alakú, és minden terméknek van egy hideg pontja. Ez a legbelső pont, ami a legnehezebben hőkezelhető. Tehát belelógatod mondjuk a disznósajtot a főzővízbe, akkor mire a legbelső pontja is eléri a 70 fokot, ugye az hosszú idő, és ott szaporodik, ott maradhat életben a klosztridium, ez a hideg pont. Erre kell vigyázni a sózáskor, a füstöléskor. Ha meg ezzel nem kell 5 kilósokat csinálni. Igen. Igen, szóval igazából ez okozta a problémát, és ha megnézitek, akkor egyre jobban keskenyednek ezek a virslék a különböző felvágásokra. Hát nekem mondod, így 40 felé. Hallod, szörnyű. Minden este zuhajzom, fölüvöltök. Hova tűntél? Istenem! Ne hagyj itt! A régi nem, fény, a régi dicsőség. Maradjunk az élelmiszereknél. Szóval a füstölés, pácolás, igen, tehát erre kell figyelni. Mi ez a kis koktél virslék? Hova lett a régi jó szafaládé? A vermák sicsak. Ugye milyen jó visszajönni, Gábor? Ugye, hát igen, igen, ismét otthon, ismét otthon. Igen. Már majd, hogy számáborúzás közben kicsit hiányoztunk azért, hogy fölüvöltöttél, hogy mi lehet most veled, Bali? Igen, van valami ebben a stúdióban, ami magával ragad. Igen. Mit csinálsz most, Bali? Hol vagy most? Miért nem vagy itt? Bár megvallom, hogy minden műsor után szükségem van azért erre a 6 napra, hogy pihenjen magam. Igen. És aztán pontosan. Újra frissen, és ide jöhetek közétek is. Na jó, szóval vigyázzunk a kolbásszal, ez a lényeg. Igen, és ha szabad... Ugye jól meg van füstölve ez a sonka, Harry. Ha szabad mondanom néhány pici kis elvet, vigyázzunk azzal, hogy ha fagyasztott nyers húst veszünk ki a mélyhűtőből, akkor engedjük ki, tehát ne fagyasztva kezdjük el rögtön sütni, mert a belseje nem érje el megfelelő hőmérsékletet. Ugye az Unió, az Európai Unió néhány ilyen kis szabályt azért megalkotott. A legkritikusabb, amikor egy élelmiszer vagy egy étel megfőzött a feleségetek, és akkor hűl. Soha nem hagyjuk a gázon, főleg ilyenkor nyáron, hogy hadd hűljön magától, berakjuk ugye hideg vízbe, ezt biztos tudjátok, aztán mi hamarabb hát. A hűtőszekrényben. Ezekre biztos tudtok figyelni. Hát, zárt dobozba rakjuk az élelmiszert. Ne bánts meg ilyen triviális dolgokkal. Igen. Mindig védjük a levegőben repülő különböző rovaroktól, mert ugye a legyek terjesztik, tehát amikor egy termék elkészült, fedőt teszünk rá, ha kijöntjük különböző helyekre, akkor lefedjük azonnal, nagyon fontos. Egyébként egyszerűek ezek, és ha hiszitek, hanem még egy jégkocka is fertőzhet, hogyha nem tiszta vízből származik, ugye a jégkockát nem éri hő, hanem az a, mondjuk valahonnan szeded azt a vizet, lefagyasztod, aztán teszed a koktél vagy az italba, és nem éri hő a vizet, tehát lehet, hogy valamilyen baktérium, valamilyen bacillus lehet bennem, erre is figyelünk. És akkor mit csinálják, melegítse meg, majd fagyasszam vissza? Célszerű volna felforralt vízből készíteni egy jégkockát. Nem tudom, hogy ilyenből szoktátok-e otthon. Na, most kezdett kiúzni a nyugat. Tehát most igen, kicsit kezdek elmúlni. Ha már Balázsnak is, akkor nagy a baj. Igen. Mondjuk a sima hazai csapvíz az nem fertőzött, de mondjuk ha elmentünk Görögországba, Törökországba. Abáló lét szoktak lefagyasztani. És milyen fincsi az lehet. Milyen koktélokat lehet. Jó, hát már Görögország, Törökországot nem is nagyon érdemes csapvizet inni. Igen, hát, ott igen, most nem készítünk jégkockát, de isztok az ilyen helyeken szerintem jeges italt, az az első, hogy elmentek Görögországba, és az első, nem tudom, hogy nevezik ezt ilyen fogadó ital, rögtön jégkocka van benne, tehát te nem iszol, legalábbis nem tudsz róla, de a jégkockában ott lehet valami kis szalmonella. Bizony. Törökországban azt nem szabad. Ez a két dolog. Hát gyerekek, én voltam Törökországban. Csak fizetni, meg meccsetben focizni. Voltam Törökországban, megittam, de eszembe se jutott. Hogy túl érted, és jól vagy. A WC-re, az egy gőzborota volt a seggem. Nem, hát ott én... Mit mondtál? Hát, verem közétek jön. Ja. Na, mit reggeliztél, drága Gáborom? Mi volt a reggel? Mit reggeliztünk? Illetve hoztál nekünk, mert hogy végre hoztál valamit abból, amit... Itt van előttetek. Igen. Ez egy fahéjas, vaníliás, növényi tejben főtt zappehely. Fontos, és miért nem ették meg a gyerekek? Lehűtöttem.
Tegnap kaptam egy telefont innen a szerkesztőségből, és kötelezővé tettétek számomra, hogy mindenképp hozzak valamit, és azt mondtam, hogy nem utasíthatom el ezt a kérést. Egy picit többet hoztam, hogyha nem baj, hogy jól lakhassatok belőle, tehát nem csak mintát, hanem úgy gondoltam, hogy hát, ha ízleni fog Balázsnak. Fahéjas zapkásad növényi tejszínnel, ugye ez a recept, igen, ugye? Igen, és hozzá készítettem... Tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy megeszitek így elsőre a karobot, tehát a Szent János kenyérmaglisztet, ugye ez a kakaónak az alternatívája, ezért sima holland kakaóból készítettem egy mandula tejszínes, szintén vaníliás, rizs tejszínes csoki öntetet. Tudtam, ezt hogy tettem, mindre van a holland kakaó, tényleg. Ezt tettem rá, egy pici megalkovással, de így tudtam készíteni. Volt benne egy kis kompromisszum, ha rohadt életben. Igen. Viszont azt gondolom, hogy így együtt kis almakarikát tettem oda nektek. Ertei gyümölcsöt is lehet hozzáadni, tehát most egy kicsit ilyen fapados modellt hoztam. Nagyon finom. Tényleg. Nem tettem bele száraz tökmaglisztet, hajdinalisztet és csicsókaport. Hát mondjuk picit megbántasz ezzel. Most már kezdem magamra venni. Kihagytad a hajdinalisztet. De miért nem tettél bele? Azt tervezem, hogy minden héten, de legalábbis két hetente hoznék egy kis mintát nektek. És szerintem az az alapszabály, hogy szokni kell. Szerintem Janinak a szervezete már megszokta ezeket ez a típusú ételeket. Én megenném azt a dobozzal, valószínűleg egész nap számhaborúznék vele. Csak délben már a Rusum cukrászdába kell lenned, 26-os cukorértékel, sajnos még be kell nyomnom 20 dekam akár. Na most ennek a glikémiás indexe azért kisebb, a mandulatai szín miatt kálcium, magnézium, foszfor forrás, az alma egy kis C-vitamint ad hozzá, igyekeztem úgy összeállítani, hogy komplett legyen számotokra ez a reggeli. De arra menjünk, egyébként tényleg nagyon jó. Megpróbálom ennek megcsinálni ezt, amikor kérdőn néz rám. Az a baj, hogy az ember nem így szocializálja a gyereket, bár mondjuk a fahéja zapkása, de édes, azt szerintem azt szeretni fogja. Tehát ezt meg az a titok, hogy nem mondd a gyereknek, hogy mit adsz neki, hanem először kóstolja meg. Utána, miközben nyomogja, meg fogja kérdezni, hogy apa mi ez, és akkor esetleg elmondod neki, de először ízlelje meg. Ne legyenek előítéletek, főleg, hogyha a család fújol, vagy hallgatják ezt a műsort néhányan, és azt mondják, hogy hát na annyi rosszat, vagy annyi viccet mondtatok erről az apkásáról, vajon milyen lehet ez a massza. Érdemes megkóstolni. Az elkészítés fontos, tehát nem vízben főzzük, hanem valamilyen ízes tejben, tejszínben. Aki tehéntejjel fogyasztja tehéntejben, az altatni fog, az álmosítani fog. Kókusztej? Ez kukoricatejben, ez kókusztejben van készítve, ez nem álmosít, beállítja a vércukorszintet, védi a bélrendszert, csökkenti a koleszterin, tehát ennek van egy ilyen jó prebiotikus, van egy ilyen védőhatása. Oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Feri, milyen? Nem nagyon rossz, nem? Nagyon jó, hibátlan a csülök után, nagyon jó esnek annak, aki szereti az édeséget. Nem hiányzott belőle, mert nem látod, mert a pult alatt rávágott három kolbászkarikát. Mondom, hogy csülök után, Gábor. Egyébként a csülök után. Hibátlan, tehát tényleg nincs az egészséges ételekkel, nem mindig van baj. Gábor, jó héten nem vagyunk, Szabin vagyunk, úgyhogy ne gyere. Jó, két hét múlva akkor találkozunk. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. 8:30 pontosan 6 perccel jövünk a hírek után. A show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan, 3 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek, tele vagyunk közlekedési hírekkel, elég sok trafi van, mi van? Kásával. Eltelített a kása? El. M3-os baleset Nyíregyháza felé a Hevesi lehajtó után ebben a pillanatban jött, úgyhogy ott mindenki figyeljen, mert igen, elég nagy baleset van, ezt többen is elküldtétek nekünk, köszönjük szépen. Aztán M0-ás 61-es kilométer körül Szeged felé erős torlódás, csak egy sáv járható, mert a tegnapi baleset maradványait még nem takarították el teljesen, üzeni Dorci. Balatonfüred főúton Jolly beült már az A8-asba és el is indult. Béla papa az évek kós jelentett nekünk, köszönjük szépen. Kunszen Miklós Tasi vonat Kőbánya Kisfest felé még mindig késik a MÁV, most már lassan egyébként fél órát. M0-ás 7-es út kereszteződésénél fotóznak, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, valamint a Lánchídon Pest irányába picit lassabb a haladás a szokásosnál. Részrevettem egy nagyon jó kis SMS-t, ez még Gáborhoz érkezett a számháború kapcsán. Sziasztok, a számháborúban mi volt a száma? E111. Nagyon jó. Egyébként tényleg, igen. Nagyon bírom a Gábort, nagyon kedvelem. Hármas ugrás játszunk, már is itt van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Ádám, hello, jó reggelt. Sziasztok. Hello, Ádám, honnan hívsz minket?
Jelenleg az M3-as egyik pihenőjében vagyok. Na. Úgy vagyok Budapestre a repülőtérre. Indulsz valahova éppen? Nem, egy külföldi kollégát viszek a repülőtérre, aki nekünk is volt segíteni. Uh-huh. Külföldi a kolléga, aha. Hmm. Ez most lehet, hogy hosszú lenne kibogozni. Uh-huh. Aki eljött hozzátok, igen. És most viszed haza. Jó. Így van, így van. Oké, okay, jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Menni fog neki. Igen, mi van? Most megint átállták könnyű kérdésekre. Szerintem most nem. Tehát nem egyértelműen könnyű kérdéssor, de férfi emberről lévén szó szerintem az elsőre alapból tudni fogja, tudnia kell a választ. Uh-huh. A második is valószínűleg, ha műszaki beállítottságú, az menni fog. Jó. És harmadik is, ha elárulom a megfejtést. Oké. Okay, figyelj, hát lehet tud segítséget kérni akkor, nem? Hát remélem. Hogy... A külföldi kollégától. Igen, milyen nemzetiségű? Olasz. Na jól van, itt szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztóért. Hány gól született a brazíliai labdarúgó világbajnokságon a Németország-Brazília mérkőzés első fél idejében? 5. Hey, van! Buongiorno! Az volt könnyű. Igen, 5. 5. Ez mind a német gól volt, vagy itt már lőttek egyet a brazilok? Ez mind német, és aztán azt az egyet, azt a... 7-0, és hát gyakorlatilag a 94. percben jött az egyetlen brazil válasz. És aztán elmentek egy hétre szabadságra? Persze. Úristen. Dedikált egérpadért, mehetünk tovább? Persze, mehetünk tovább. Így szól a második kérdés. Melyik az a tudományág, ami a levegő áramlásának törvényszerűségeivel foglalkozik? Aerodinamika. Így van. Most azt hadd mondjam el, hogy ez a kérdés volt hosszú napokig, a harmadik kérdés. Uh-huh. Azt most hogy lehet, hogy most előre ugrott? Nehezítettem. harmadik kérdés. Mehetünk, dedikált óráért így szól. Hogy nevezik a tésztából, burgonyából és szalonnából készülő bográcsban főtt pásztor ételt? Megkapkodj. Sambut. Nagyon nagy baj. Jó, ezt nem gondoltam valahogy, hogy mit fogod. Csak akkor nevezik egyébként slambucnak, hogyha bográcsban van főzve. És ha forgatják és nem kavarják, a tradicionális 33 forgatás, és Debrecenben azon összevesznek, ha valaki 36-ot forgat. Sőt, talán meg is veri. És te ezt érted? Csak 33 forgatás, az oké, 36 az nem jó. Ha jó, akkor ennek többféle neve is van, ugye? A slambucnak. Hát gondolom, ilyen, nyilván sokféleképpen hívják. Így van, attól függ, hogy kinek hány foga van. Igen. Köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot. Én köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, köszönjük szépen. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Két napja ugye mindenki Nórival foglalkozik, pro vagy kontra, internetes újságok, portálok, bloggerek, kommentelők. Én nem tudom, körülbelül az történt, mintha nem tudom. Tehát egy Barcelona játékos igazolt volna át a Real Madrid, de tehát magyar szinten azért mondjuk meg, hogy az elmúlt 10 év egyik legizgalmasabb átigazolásról van szó. Nyilván sokan sokféleképpen látják ezt a dolgot. Nóri még nem szólalt meg, azon kívül, hogy az ő portáján ugye közzétett egy kis írományt, uh-huh. Ugye? De tulajdonképpen, még ahogy látom, itt az elmúlt két napban nem nagyon láttam én tőle nyilatkozatot. Tegnap fölhívtam, gondolkozási időt kért, majd mondta, hogy szívesen megszólalna, és elmondaná az ő verzióját is. Úgyhogy a hírek után fölhívjuk, és megkérdezzük, hogy az ő szemszögéből ez a dolog hogy történt. Ma is címlapom van, tegnap is címlapom volt, comment.com, Szikszék, Origo, mindenki azt találgatja, hogy vajon mi történt, hogy történt, miért így történt, jó-e, hogy így történt, áruló, nem áruló, el kell ítélni Nórit, nem kell elítélni Nórit, mi történt vele, miért ilyen, jó vagy nem jó, ahogy ő elment, vagy egyáltalán kellett-e mennie. Mindenki olyan meggyőződéssel, olyan vehemenciával megint, mintha nem tudom, embergyilkosság történt volna, de ugye hát egy ilyen átigazolásnál azért nyilván értető, hogy kivált ez érzelmeket. Mindenki a saját igazságérzetén keresztül próbálja ezt a dolgot megközelíteni. Igen, csak az a furcsa, hogy sokszor olyan emberek támadják, meg árulózzák be őt, akik egyébként mondjuk fél évvel ezelőtt jófajon azt se tudták, hogy a világon van, és nem érdekelte egyetlen rezdülése se az ő életének őket. Tehát, hogy ilyen nagyon fura. Hirtelen közügyé vált egy olyan műsorvezető, vagy egy olyan műsorvezetőnek az átigazolása, akit egyébként az emberek, hogy is mondjam csak, tehát, hogy vagy szeretek, vagy nem szeretek, de hogy igazából nem nagyon, na igen, nem nagyon csak... kommentálták a tevékenységét. Jó, hát nem is volt szerintem nagyon mit. Egyébként. Tehát, hogy mit nem volt, amit csinált, vagy ahogy csinálta?
Hát ahogy csinál, mondjuk az elmúlt egy évben már ugye most nagyon nem is volt, most ő családozott, tehát hogy az elmúlt egy évben nagyon nem volt mit egyébként kommentálni, meg szerintem ő azért nem az a típusú műsorvezető, aki olyan érzelmeket vált ki. Vannak azok a típusú műsorvezetők, akik így vagy úgy vezetnek egy műsort, vagy ezt vagy azt mondanak, és ezzel érzelmet váltanak ki, hát a Nóri nem tartozik ezen műsorvezetők közé. Ő a korrektő, megcsinálom. Így van. Igen. Végigviszem a dolgot. A tegnapi nap legszebb mondata egyébként az volt, a pont a hírrel kapcsolatosan hallgattam egy beszélgetést a kisboltban, ahol a néni elmondta. Ugye, hogy tematizálja közben, mint a kisboltban is erről beszélnek. A kisboltban a pult előtt ez volt a duma, és azt mondta, hogy hát a második gyerek miatt megzavarodott ez a lány. Aha, megfejtett a másik. Hogy megérte a terhesség, te, mindet vele. Jó, most nem kezdjük el kibontani a dolgot, de szerintem máshogy látjuk, nem? Máshogy. Tehát, hogy máshogy értékelem én ezt a dolgot, máshogy értékeled. Tehát erről veled erről még nem beszéltem, nem hát tudom, tegnap, hogy mi a tegnap figyeltem az a kis beszélgetéseteket, ahol összecsaptak, én a Jánossal vagyok inkább ebben a sztoriban. Jó, kíváncsiak, hogy mit mondtak, mert nyilván máshogy látjuk, úgyhogy beszélgetünk erről, és fölhívjuk Nórit, hogy mondja el az ő oldalát, úgyhogy vele folytatjuk. 4 perc múlva, 9 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Hamarosan folytatódik. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled hapszik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9:09, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és itt vagyunk, igen. Meg kell szúrnom egy kis inzulint, vagy valami. Szagolnom egy kis szalmiát. Elaltatott a Gábor. A zab gyerekek, lehet, hogy leszedett, legyinázott a Gábor. Még itt valami, gyerekek. Egyébként én is érzem. Valami ég. Igen. Ilyen elektromos izészag, amikor a vezeték ott kezd megolvasni. Tényleg érzem. Néha vagy a zsűl. Igen. Gyerekek, valami füst ez az. Valami füst. Ez a tipikus ilyen elektromos ízé. Igen. Remélem benneteket vág még a 2. Ha már érülök a pult már végig. Hallod? Ennyúj semmihez, én se nyúlok semmihez. Tényleg ég valami. Engedjétek el a fényeket. Tényleg. Érzed? Aha. Zsűl, te voltál? Gyere csak be, te pult. Zsűl. Ja, kintről persze. Jön. Mutasd a katyát. Piros a kezed? Te kamus, te. Hallod meg, jaj, a perselődve a pendejed. Fú, tényleg. Na mindegy. Na, jó van. Na, gyerekek! Uborka na, szezon. Valaki gumit égetett. Igen. Az uborka szezon kellős közepében, amikor már mindenki azon szenvedett, hogy miről beszéljen, mit írjon, és mivel húzza még ki a szeptemberi tartó kis időintervallumot, kicsiny hazánkban ugye felkavarták az állóvizet, mondhatni. Hát ez az elmúlt évek talán egyik televízióipari, vagy igen, televíziós, rádiósipari igen. Átigazolással lehet így mondani, tehát szakmán belül ugye azért ez sokakat foglalkoztat, de ahogy látom egyébként tényleg tematizálja a közvélemény, cikkek, fórumok, így van, kenyeret bejegyzések. A kenyerüket és, keserves munkával igen. Kereső bulvár médiának. Az elmúlt 10 év legfontosabb médiaipari átigazolása. És erről effektíve egyébként mindenkinek van véleménye, én elég sok mindent elolvastam, már nem szoktam nagyon kommenteket olvasgatni, csak kíváncsi voltam, hogy körülbelül mi a közhangulat. Hát mintha legalábbis nem tudom, embert öltek volna, nem? De döbbenet egyébként, hogy egy ilyen ügyön keresztül mennyi minden képződik le, ugye? De majd erről később beszélünk, mert ez tanulságos. Ugye, ne adj Isten, valaki esetleg nem tudná, ugye Ördög Nóri átigazolt a 13 év után. Kettőhöz, így van. 13 év után ő úgy döntött, hogy befejezi az RTL-es pályafutását, és átigazol a TV2-höz. És hát ezt ugye tulajdonképpen bejelentette, aztán mindenhol közleményeket adtak, és elindult ugye az üzengetés, elindult a szóváltás, és hát mindenki saját meggyőződésen keresztül írt erről valamilyen cikket, a bulvár is
a hozzátartozókat is megszólaltatták, munkatársakat is, mindenki. A dologról mindenkinek van véleménye. Így van, ugye? A népeknek is, ugye? A népeknek is, így van. A boltban is ez a köztéma, hogy mi van a Nórival. Aranyos, mosolygós lány, így ugye, egy ország Nórija, most ő kedves, a gyermekei érdekeit szem előtt tartó anya, aki elfogadott egy jobb lehetőséget, és egy átigazolt. Ás, kígyó, vagy pedig egy... akit az RTL melengetett a keblén, aki aztán az első adandó alkalommal 13 év után belé mart. 13 év után, igen, kenyéradó gazdája ellen fordult, áruló, elárulta a csatornáját, és igen, beleharapott a kézbe, és ott hagyta az RTL-t. Ugye, maga a dolog egyébként szerintem érdekes több szempontból is tanulságos. Na, kíváncsiak, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot. Ugye, tudjuk, amit tudunk, hogy Nóri bement, és közölte, hogy ő nem dolgozik tovább az RTL-nél. Mondjuk én ezt is megkérdőjelezem egyébként, hogy, tehát, hogy én nem tudok, és szerintem a közvélemény se tud egy csomó olyan információt ezzel a dologgal kapcsolatban, vagy pedig félinformációk vannak csak a dologgal, vagy az egész történettel kapcsolatban, ami szerintem befolyásolhatja az emberek véleményét. Hát amit tudni vélünk, ugye, hogy ő bevitte a felmondó levelét. Így van. Nem ment bealkudozni, nem mondta azt, hogy elhívtak, tudtok-e ráígérni, tudtok-e más lehetőséget adni, nem csak pénzben, hanem hogy másban is. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog az az, hogy való igaz a 13 év, de azt gondolom, hogy az RTL megadott mindent a Nórinak, ami a szerződésében megvolt, de a Nóri is megadott mindent az RTL-nek, tehát képviselte, arca volt, korrektül megcsinált minden műsort. De senki nem is vitatja, szerintem. Aha. Tehát, ez mindig egy kölcsönös dolog, ugye? Tehát, hogy együtt toltok egy szekeret, a csatorna lehetőséget ad neked, te pedig a tehetséged, vagy a szorgalmaddal, az nincs, vagy mind a kettővel, ha áll Isten, mind a kettővel, vagy csak az egyikkel. Próbálod tolni ugyanazt a szekeret, és ez egy közös siker általában. Na, tehát szám. Egyik sincs a másik nélkül, nem is lehet arra gondolni, hogy most valaki ebben többet tett, mert nekünk műsorvezetőnek nyilván ugyanúgy hálásnak kell lenni a csatornának. A csatornának pedig nekünk, hogy megoldunk olyan műsorokat, amit mondjuk lehet, hogy kevesen vagy kevesebben tudnak megoldani. Nem, de a műsorvezetők... Tehát nincs fontos vagy fontosabb, ez egy jól működő dolog. Igen, csak dolog. Nem hozhatod föl érvként azt, hogy az RTL 13 év nevelgette ezt a lányt, érted? Szerintem ez is, de azért ez egy fontos érv ugyanakkor, mert hogy közben meg van, akik úgy kerültek oda, hogy már előtte is volt pályafutásuk vagy karrierjük, és van, aki úgy került oda egyébként, hogy az RTL-en keresztül kapott lehetőséget, tehát azért azt sem szabad elfelejteni. Persze, jó, csak talán nem tudták megoldani olyan szinten azokat a feladatokat, amiket kaptak, és ezért a csatorna aztán később már nem látott bennük annyira fantáziát. Nóriról azért köztudott, hogy ő olyan szinten végigcsinálta gyakorlatilag ezt a tévés pályafutást, olyan mélyről indult, és a különböző stációkon, fokozatokon, beosztásokon kerül jutott el egészen odáig, hogy mondjuk képernyőre került és nagy műsorokat bíztak rá, amilyen pályafutást mondjuk csak régen a nagy királyi tévében úgymond csinálhattak az emberek. Ez a klasszikus pályafutás, amikor egy telefonos kisasszonyból gyakorlatilag, egy segédszerkesztőből jutott el egészen a műsorvezetői szintig. Végig járta azt a ranglétrát, amit végig kellett járnia. Gyakorlatilag mindig olyan munkát kapott, ami az akkori kvalitásainak, az akkori tudásának megfelelő volt. És ez egy, ahogy te is mondtad, egy oda-vissza dolog volt. Hát úgy beszélnek nagyon sokan most erről a történetről, meg úgy nyilatkoznak a kapcsán, mintha ez valami házasság lett volna, vagy egy szerelem, ahol valaki megcsalt volna valakit. Ez egy munkahely. Munkát végzett ott, amiért ő fizetést kapott. A mai világban nem kell szerintem semminképpen a médiát úgy kezelni, mint hogyha teljesen más dolog. Ez a média ez egy ugyanolyan munkahely, mint amilyen munkahely bárhol máshol is van a világban, független attól, hogy mivel foglalkozik. Egy lakatos, aki kitanulta valahol a szakmát, dolgozik ott 15 évig, ott kezdett el inaskodni, és végig 15 évig ott dolgozott, és egyszer csak valaki meglátja benne a tehetséget, és azt mondja, hogy figyelj, ennél többet tudsz, adok több pénzt, gyere át hozzá. Ugyanolyan piac, mint bármi más. És akkor jól értem, pedig... hogy ti ebben semmiféle kivetni valót nem találtok, vagy azt mondjátok, hogy nem elítélendő semmilyen szinten az, ahogy tette, vagy amit tett. Az elintézési... A véleményetekre hogy kíváncsi. Hát nekem ez a véleményem. Nekem a konkrét hozzáállásom egyébként az, ez az én sajátom, igen, hogy én logokhoz, cégekhez én nem leszek soha hűséges. Aha. Érted? Én munkát, bármikor, bárhol vállalom. Én emberekhez vagyok hűséges. Emberekhez. Na de az a logó az emberekből áll? Nem. Nem feltétlenül. A logó mögött emberek vannak. Nem, a logó mögött dolgozik egy sajtóosztály. Nagyon sokféle ember. A logó mögött dolgoznak a te kollégáid, hát azok mind a logó mögött dolgoznak. Igen. Nagyon sokféle ember. Ezért mondom azt, hogy az egyik emberhez tudok hűséges lenni, annak az embernek a véleményére tudok adni, ahhoz az emberhez tudok lojális lenni.
tenni, tudok ilyet mondani az RTL-nél is, de tudok mondani az RTL-nél olyan neveket is, akik, akik mellé és soha nem állnék oda, vagy soha nem maradnék ott mellett. Persze, nyilván, hát nekem nem egy nagy család vagyunk. Amit mondjuk ezt elvártam ezt megértem. Ezért mondom azt, hogy nem a logóhoz vagyok, hanem a személyekhez, a nevekhez igen. vagyok hűséges. Na de ha az a személy jelen pillanatban mondjuk valaki a csatornánál olyan ember, akinek mondjuk joga van arról tudni, hogy te mondjuk éppen alkudozol egy másik céggel. Ez egy másik kérdés. Tehát szerintem nem, itt az emberek nagyon nagy dolgot kevernek össze, és én nekem ezért esik rosszul az, amit a Nóri csinált, hogy én ezért ítélem el kicsit, és ezért nem nézek rá teljesen jó szemmel, mert átigazolni át lehet. Tehát szerintem nem azzal van a baj, hogy valaki kap egy jobb ajánlatot, és ezt elfogadja. Mert az is az első követ, aki nem fogadná. És itt az emberek a legtöbbje azt mondja, jobb pénzt kapott, átmen. Itt nem ezzel van a baj. Mert ahogy mindenki, aki jobb pénzt kap, az válthat. Lehet, hogy én sem fogok az RTL-nél megöregedni. Sőt, feltételezem, hogy valószínűleg nem az RTL-nél fogok megöregedni. Itt ugye arról van szó, hogy szerintem az emberek azt keverik össze, hogy a felmondás vagy a csatorna elhagyásának a hogyanja a nem mindegy. És itt van a nagyon nagy különbség. Hát, hogy be kellett volna menni és igen, elmondani, tehát, hogy te 13 év után valahova úgy mész be, hogy késztényként kezeled azt, hogy amíg te egyébként a csatorna legjobb tudomása szerint otthon foglalkozol a családoddal, készülsz éppen szülni, és te időt kérsz, hogy a családoddal foglalkozhass, közben egyébként te leszerződsz a konkurenciához, azt szerintem nem etikus. Az nem etikus. Uh-huh. Tehát a csatornának 13 év után, és szerintem mindenki munkahelyének mindenhol joga van legalább megkapni azt a lehetőséget, hogy azt mondhassa, hogy ez az ajánlat a TV2-től, vagy bármelyik cégtől, akkor hagyd tegyek egy ellenajánlatot, amit nem kell elfogadnod. Sőt, a Nóri azt is mondhatta volna, hogy gyerekek, készülök leszerződni a konkurenciához. Ne is próbáljatok itt marasztalni. Nem fogtok tudni olyat mondani. Sokkal jobb lehetőséget kaptam anyagilag, sokkal jobb lehetőséget kaptam szakmailag, mindenért elfogadható. De elmondom, hogy tudjatok róla, hogy ne az átigazolás megjelenése előtti egy nappal tudjátok meg, mert jogotok van tudni. Én ezt most nektek elmondom, nem is kell, hogy ráígérjetek, nem zsarolás ez nem egy bértárgyalás, nem arról van szó, hogy több pénzt akarok, csak vagyok annyira korrekt, hogy én ezt veletek tudatom, mert megérdemlitek, mert köszönhetek annyit a csatornának. És itt van a nagy különbség, mert az, hogy valaki elmegy, ott nincs. Tehát a McCann-től is tényleg elment, meg a Saatchihoz, az Apple-től is, mit tudom én, elment. Nem, mindenki elmehet, de és mindenki piac. Elmegy, aki jobb ajánlatot kap. Tehát szerintem itt nem de arról van meg szó... volt ez a fajta oda-vissza kommunikáció? Szerintem hogy az RTL részéről is az ember, akinek kellett, folyamatosan kommunikált a Nórival, Nóri is folyamatosan kommunikált velük. Meg. Nem az volt, hogy most egyfajta rendelkezési állományban vagy, és majd szólunk, ha kell lesz, majd várt ki a sorozat. Az RTL-nél azért ez egy nagyon jó bevett hagyomány, hogy a műsorvezetők pontosan tudják, hogy mikor számol velük a csatorna, pontosan tudják, hogy meddig számol, pontosan megmondják, hogy mi a terv, vagy ha te kérsz időt, hogy te most a családoddal szeretnél foglalkozni, akkor az a csatorna megadja neked az időt, hogy a családoddal foglalkozzál. Tehát nekem ez azért visszatetsző, mert látok a Nóriról egy anyagot a Híradóban, még 3 nappal ezelőtt, hogy ő most éppen a családjával foglalkozik, és közben már ő egyébként akkora jelek szerint ugye bőszen tárgyal a konkurenciával, sőt addigra már egy megkötött szerződés van. Tehát szerintem etikai szempontból, vagy morális szempontból ez azért erősen megkérdőjelezhető. Jó, azt nem tudod, hogy mikor forgatták a híradós anyagot. Látunk most, már olyat, ami egy hónappal később. Teljesen mindegy, a munkáltatódnak joga van tudni, és nem is azért, hogy ott maradjon, hanem egyszerűen emberileg. Egyszerűen emberségből szerintem. Tehát, hogy ennyire viszont kell szerintem egyenesnek lenned, és ennyire kell hűnek lenned ahhoz a céghez. Aki azért ugyanakkor egy csomószor kiállt mellőled, akinek van egy sajtóosztálya, kiállt melletted, akinek van egy sajtóosztálya, akik azért megvédtek téged a bulvár támadásaitól, akik azért elintéztek egy csomó mindent, akik lehetőséget kaptak arra, hogy utána te mondjuk reklámokban szerepeljél. Tehát, hogy, és én tudom, hogy ez egy kölcsönös viszony, azt is tudom, hogy a Nóri egy baromi szorgalmas, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon impulzív, nagyon szorgalmas, tényleg az 0-tól 24-ig mindenét a csatornának feláldozó ember. Jobb anyagi lehetőséget kapott, átment, rendben van. Most csak szerintem nem így kell átmenni, és ez a nem mindegy. Ez az átmenés történet, ez ugye egy érdekes sztori, mert ezt az ilyen helyzetet sokan arra használják föl, hogy visszamennek a főnökhöz, és azt mondják, hogy kaptam egy másik ajánlatot. Így van, sokan bértárgyalásra használják föl, megkeresett a konkurencia, emeljetek a fizetésem, igen. Persze most van. Nóri ezt nem tette meg, ő neki megszületett a döntés így a fejében, van. Ezt lepapírozta, és visszament. Most van egy a hírrel kapcsolatosan van egy mondat, ami nagyon fontos, és nem tudom, hogy igaz-e vagy sem ez a mondat, és ez tök jó lenne, ha valaki megmondaná, hogy igaz, hogy elhangzott az az RTL részéről, hogy Nórinak azt mondták, még egyszer mondom fel, nem tudom, hogy igaz-e, és ezt szeretném tudni, hogy elhangzott az a mondat,
hogy Nóri, nem tudunk most számítani rád nagy műsorban, nem számolunk veled nagy műsorban, de természetesen a havi fizetésedet megkapod, és majd keresünk valamit. Hát ebben az esetben érdekes a dolog, ha a másik oldalon viszont ugye egy induló nagy műsor háziasszonya lehet a nő. Érted? Tehát, hogy szakmailag is az egy érdekes dolog, hogy... Igen, de ez például ez is egy szempont, ezt se tudjuk például biztosan, most azt mondod, hogy havi fizetés, nyilván nem fog az ember turkálni a Nóriak a zsebében, nem is tudjuk, hogy most havi fizetés, vagy produkciónként fizették, vagy ez. Vagy ez, ezt nem tudom, hogy elhangzott ezt, hogy megkérdezzük a Nórit, én is olvastam a bulvárban, hogy elvileg az RTL-től ez elhangzott. Én nem tudom. A legjobb tudomásom szerint az volt, hogy családozik. De most fordítsunk egyet a helyzetem, például a TV2-ben ugyanezt történne, hogy mondjuk a Claudia kérne időt, hogy ő a családjával foglalkozik. És közben ő mondjuk ugyanazzal az erővel közben leszerződne a konkurenciához úgy, hogy a TV2 erről mit sem tud. Hát szerintem hasonló helyzetben azért hasonlóképpen reagálnának, sőt, mitől talán elmondanának olyan dolgokat, amit lehet, hogy az adott pillanatban dütöl egyébként nem látva, lehet, hogy később ők is megbánnak. Tehát szerintem azért bizonyos mondatok még talán érthetőek is. Érted, hogy mit mondok? Na mindegy, megkérdezzük. Igen. Megkérdezzük a Nórit erről. Ez is egy fontos kérdés, ugye nem mindegy, hogy mi hangzott el. Nóri, itt vagy velünk, hello, jó reggelt kívánunk, Ördög Nóra. Hello. Szia. Hello, Nóri. Ja. Na, sziasztok. Hello. Elmondtam, hogy mi beszéltünk tegnap. Igen, kértél egy kis időt, hogy átgondold. De aztán örülök, hogy belementél, sokat hezitáltál? Nem, igazából nincs rejtegetni valóm ezzel kapcsolatban egyáltalán, sőt kifejezetten szeretném, hogyha azok a kérdések így elhangoznának, amit az emberek így most ezzel kapcsolatban a legtöbbször fölhoznak, meg a kommentelők fröcsögnek róla a neten. És az van, Balázs, hogy ez az egész felmondás, ez úgy történt, ahogyan te ezt elvárnád, hogy történt. Tehát én nem tárgyaltam hónapok óta a TV2-vel ebben, ez az érdekes, hanem ők egyébként nagyon korrektek voltak, és azt mondták, valóban hetekkel korábban, hogy ők nem akarnak engem presszionálni, megkeresni, vagy bármi, jeleznék, hogy esetleg szívesen látnának, de csak és kizárólag akkor üljünk le erről beszélni. Ha egyébként én úgy gondolom, hogy van az a helyzet, amikor én fölállnék az RTL klubtól. Uh-huh. Letettük a telefont, ez egy abszolút informális telefonhívás volt, és utána én elkezdtem végig gondolni a saját lehetőségeimet ebben az egész dologban, és egyébként beszélgettem a főnökeimmel, nyilván nem feltétlenül ilyen aspektusban, hogy most akkor én nem miatt kérdezem ezt, mert ezen gondolkodom, mert azt gondolom, hogy addig ez csak rám tartozik, amíg tényleg nincs semmilyen módon hivatalossá téve ez az egész helyzet. Nem kaptam ajánlatot, nem mondták el, hogy mivel számítanának rám, vagy mennyi fizetést szeretnének adni, vagy milyen feltételekkel, hanem egyszerűen ezt nekem kellett végig gondolnom, hogy tényleg van-e az a helyzet, ahogyan, vagy amikor én szeretném ezt a csatornát, vagy el tudom hagyni ezt a csatornát, vagy el akarom hagyni ezt a csatornát. Te úgy érezted egyébként, és hogy a... Bocsánat, hogy szabad vágok, hogy az RTL-en megrekedt a pályafutásod, hogy igen, itt már nincsen? Igen, magamban éreztem ezt. Én nem a szombat esti lezne, hanem már az előző X-faktornál, nem amit a Bence vezetett, hanem amit még én vezettem X-faktort. Ott kezdtem már magamon érezni, hogy nagyon jókor jön a kis szünet, az, hogy most gyereket szülni megyek, és foglalkozhatok egy picit mással, mert amíg én 110%-ot adtam mindig mindenbe, és azt gondolom, hogy ez a hozzáállásom, bocs, kicsit szóval még én emocionálisan eléggé a hatása alatt vagyok ennek az egész dolognak, hogy amíg én azt érzem, hogy én 110%-ot tudok beletolni ezekbe a dolgokba, addig van értelme ezt csinálni, mert ez a hozzáállásom juttatott el oda. Ebben abszolút maximális igen az van. A Kolosi Péter hogy tudta meg, hogy te felmondasz az RTL-nél? Én akkor valóban mondtam, hogy elvi igen, tehát csak szeretném kronológiában végigmondani a dolgokat. A lényeg az, hogy ez az érzés, ez nem tegnap előtt alakult ki bennem, meg nem fél évvel ezelőtt, hanem ez már úgy egy ideje kulminálódik, hogy valamit szeretnék változtatni, újítani kéne, nagyon sokat kaptam, nagyon sokat tanultam azoktól az emberektől, akikkel együtt dolgoztam, de lehet, hogy már elfogytak azok az energiák, amiket egymásnak tudunk adni, függetlenül attól, hogy milyen típusú műsorokban dolgozunk együtt, és muszáj valahonnan még nyernem energiát ahhoz, hogy ezt a 110%-ot vissza tudjam hozni, mert ez a kulcsa mindennek. Ez érthető? Tehát eddig, amit elmondasz, ez maximálisan érthető? Amikor elmentem babázni, akkor ugyanilyen lelkesen vártam a visszatérés lehetőségét, mert azt gondoltam, hogy ez a plusz energia valószínűleg itthonról jön, és amikor újra ott állok, akkor azt fogom érezni, hogy visszajött a 110%, és a szombat esti láz alatt is éreztem magamon, hogy lehet, hogy ez kezd lassan rutinná válni. Tehát ez az érzés, amit akkor éreztem, ez még mindig nem múlt el, ez még mindig van. Tehát lehet, hogy ez továbbra is érik ez a dolog, és valamit váltanom kell, és az élet dobott még egy váltási lehetőséget,
egy magánéletit, tehát hogy megint hónapokra el fogok tűnni, és aztán megint lesz lehetőségem visszatérni, tehát nekem most ez egy megint egy olyan nagyon fontos döntési helyzet, amikor el kell tudnom azt határozni, mit szeretnék kezdeni a karrieremmel. Ez teljesen tiszta, majd erről a váltásról még kérdezek egy-két dolgot. Okay. De hogy itt ugye senki nem a miérteket, vagy azt a tovább lépést vitatja. Itt sokan a hogyant vitatják, folytatom. És engem ez érdekelne, hogy... És aztán én magamban elkezdtem ezt őrölgetni. Egyébként kértem időpontot a Pétertől. Többször is nyilván a nyár az nem egy szerencsés időpont ilyen szempontból. Ő is elutazott, én is elutaztam. Három különböző időpontot pontunk le felváltva, hol ő, hol én. A lényeg az, hogy aztán addig örlődtem ebben a dologban, és 9 hónapos terhes vagyok, tehát hogy az van, hogy minden órás, és meg kellett hoznom magamban ezt a döntést, amit én meg is hoztam, és azért hoztam meg önállóan, mert ennek a szenárióit is végig gondoltam, hogy lehet ugyan, hogy leülhetnék, és elkezdhetném valóban ezt felhasználni, ezt a helyzetet, hogy akkor kezdjünk el tárgyalni, de a másik oldalon azt is végig gondoltam, hogy az RTL tud-e nekem most olyat mondani ebben a helyzetben, ami miatt azt mondanám, hogy maradni szeretnék. Mert igen. Jó, Nóri, ezt elmondtad, ezt értem, csak van egy monológod, de én közben azért belekérdezek, mert meg ilyen vagyok, hogy én értem, amit te mondasz, és azt is értem, hogy te ezt nem akartad zsarolásra kiasználni, persze, ebben tökéletesen igazad van, de azért azt hogy érzed, vagy azt hogy gondolod, hogy nem járt volna annyi a csatornának, hogy azt mond a Péternek, hogy figyelj. És akkor azt mondom a Péternek. Én nem azért jöttem be, hogy ti engem marasztaljatok, csak szeret. Lehet, hogy nem jobb szakemberek, de más akik egyébként más szempontból tudnak hozzátenni az én akik dolgok. A jövőbeli műsorodban egyébként ex-RTL-esként dolgoznak, tehát annyira nem új szakemberek. Vannak ex-RTL-esek, igen. Köztük, de nem csak. Figyelj, Nóri, hagyd kérdezek más, mert itt nyilván azért van egyfajta helyzet most az RTL-el kapcsolatban. És persze, nekem feladatom ezt megkérdezni. Ezt a helyzetet szerintem mindenki tudja. Hogy nem félsz attól, vagy az nem jutott eszedbe, hogy tulajdonképpen a te átigazolásod és a te személyed jelen pillanatban az akár, és nem mondom, hogy az, csak azt mondom, hogy akár egy eszköz is lehet, hogy bármilyen szinten, bármilyen áron jelen pillanatban az RTL egy presztízs veszteséget szenvedjen el. És hogy a te átigazolásod az nem a személyedhez köthető, mert ha átment volna bárki, az is jó lett volna, hanem az, hogy ezzel az átigazolással, és mindegy, hogy ki a személy, egyfajta presztízs vesztesége legyen az RTL-nek a jelenlegi helyzetben. Erre gondoltál, vagy ez eszedbe jutott? Persze, nyilván, ebben a helyzetben nyilván ez az embernek eszébe jut. Én egyet tudok, hogy én mindig is távol tartottam magam a politikától, soha nem is értettem hozzá. Mindig szórakoztató műsorokban dolgoztam, politikamentes szórakoztató. Nem arra gondolok, hogy téged belekever, hanem hogy eszköz vagy most egy játszma kezében. És hogy milyen óriási... hogy milyen hatalmas veszély, vagy milyen gázhelyzetben van most a csatorna, nehéz helyzetben, és hogy lehet pont ebben a helyzetben lelépni. Akik ezzel támadnak engem, azok nagyon kedvesek, hogy ilyen nagyra értékelik az én jelentőségemet ebben a gépezetben, de most ebben a helyzetben is sajnos magamra kell gondolnom, és a családomra. Tehát én tudom, hogy az RTL nagyon kemény, tökösek, meg fogják oldani ezt a dolgot, teljesen mindegy, hogy én ott vagyok, vagy nem vagyok ott. Ez nem ezen múlik. Aki azt gondolja, hogy nekem ennél lényegesebb szerepem lehet ebben a dologban, illetve az, hogy én most ott vagyok, vagy eljöttem, az nagyon kedves, nagyon megtisztel, de azért ez nem egy ekkora történet. Én egy műsorvezetője vagyok. Anyagilag ez egy jobb ajánlat? Ennyi. Anyagilag olyan ajánlat, ami tehát nyilván rosszabb ajánlatot nem fogadtam volna el, de pont ezért nem kezdtem el bértárgyalást az RTL-en, mert nem pénzkérdés volt. Az a mondat, az elhangzott, csak egy kérdés, hogy legyen tőlem is, vagy tőlünk is, amit én már említettem itt a műsorban, hogy rád jelen pillanatban ilyen picit alvó pozícióban nem számítottak az RTL-en, tehát ez nem volt. Annyit beszéltünk meg, hogy az X-faktort nem tudom vállalni, ami azt gondolom, hogy ti is megértitek, mert az X-faktor forgatási munkálatai májustól kezdődnek, tehát ez fizikailag nem tud történni, és itt most elhangzott a Pétertől is, hogy ez egy mekkora árulás, meg én azt mondtam, hogy én ősszel nem tudok műsort vezetni, az X-faktor munkái nem ősszel vannak, az X-faktor munkái májustól tartanak egészen december végéig, erre nyilvánvalóan nem tudnék nemet mondani, egy másik csatornánál sem. Az a feladat, amire ott számítanak rám, az sokkal-sokkal később kezdődik ennél, tehát ez a kettő nem függ össze, és egyébként én pont emiatt akartam találkozni a Péterrel, a dominózus találkozóink, amik nem jöttek létre alkalmával, hogy arról beszélgessünk, hogy nem szeretnék olyan hosszú időt feltétlenül kihagyni, mert dolgozni akarok. Ez abszolút érthető, Nóri. Tehát ez ilyen szempontból, tehát hogy nem volt arról soha szó, erről beszéltünk csak, és kizárólag, hogy az X-faktort nem vállalom. Azért emlegeti mindenki a jövő tavaszt, mert hát nem is nagyon van más az ősz után, vagy az őszi szezonban, ami esetleg rám várna, nyilván talán tavasszal jönnek ilyen műsorok.
De egyébként az nem hangzott el a beszélgetésünk során, hogy ők soha többet nem számítanának rám nagy formátumú műsorokban. Tehát, szóval más típusú műsorokról, ahol mondjuk nem csak az X-Faktor brendje csökken. De attól, nem volt mondjuk... szó. Tehát nem volt szó, tehát hasonló típusú műsorokban képzel el a TV2 téged? Majd, vagy erről beszéltetek, hogy milyen más típusú műsorokat csinálnál szívesen? Beszéltünk azokról is, és nyilván ez is fontos gondolat az én fejemben, hogy ezekben esetleg kiéljen magam. De a lényeg az, hogy tehát a hirtelensége és a váratlansága az abból is adódik, hogy ez tényleg hirtelenül történt. Tehát az a szakasza volt hosszabb, amíg én egyedül tényleg csak a legközelebbi embereket bevonva ebbe a dologba, mondjuk kizárólag a férjemet gyakorlatilag, pörlődtem azon, hogy van-e az a helyzet, hogy én itt hagyom ezt a csatornát. És ezt a döntést, ezt én valóban meghoztam, és azt a döntést is meghoztam, hogy nem szeretnék belemenni abba a helyzetbe, hogy ők elkezdjenek engem győzködni, és esetleg elgyengülök. Jó, ezt elmondtad, Norvi, ez teljesen tisztelt, ezt elmondtad. Itt, igen. Aztán lehet, hogy meghátrálok, és megint maradok a langyos vízben, csak azért, mert nem voltam elég tökös, hogy kiálljak magamért. Oké, Norvi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Neked nagy kalappal, aztán vigyázz a Claudia, nehogy beleüsszülj, hogy átmentél. Jó, vigyázni fogod. Nagy kalap, te döntésed, és vigyázz magadra. Ciao, köszönjük szépen Ördög Norinak. Hello, ciao, ciao. Hello, hello. Szia. Fia, az ő döntése. Szerintem tiszteletbe kell tartani a dolgot, legyen boldog. Hajrá, Nóri, kész. Nem? Persze. Én nagyon máshogy látom. Szerintem a hogyanokon nagyon fontos hangsúly van, de én nem akarom magam ismételni. Én megértem a Nóri, sőt, mi több drukkolok neki. Fura lesz, ha majd lesz egy műsorunk, egymásra szembe vagyunk. De legalább tudunk egymásnak integetni. Na, jelentkezett Péter, hogy szeretne is néhány mondatot mondani, hogy meghallgatjuk a másik oldalt is, kíváncsiságból egyébként. Mert hát Péter még nyilván ott volt ezeknél a beszélgetéseknél, csak hogy ez valójában hogy zajlott, meghallgatjuk őt is, Kolosi Pétert, az RTL programigazgatóját. Nóri egyébként itt nyilatkozott először, tehát hogy nem nyilatkozott még sehol nekünk erről. Szerintem a váltással egyébként abszolút semmi baj nincs. Nincs. Értem, sok szempontból ez szakmailag azért jobb a történet, igen. Egyébként, mert mégis egy újonnan induló az X, hány X-et csinált, meg hármat a Nóri? Hármat, négyet, hármat, nem tudom. Négyet, öt, itt hatot. Meg egy újat fog csinálni. Igen. Itt van velünk Kolosi Péter. Hello Péter, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Inkább azért is hívunk föl, mert a Ferinek volt egy kérdése, és azt kellene tisztázni, illetve ugye erről szeretnénk beszélni. Ez egy elég fontos ennek az ügynek a megítélésében, bár én abban a Nórival vagyok, hogy mindenki úgy alakítja a sorsát, ahogy neki jó, abban egy kicsit a Balázzsal, hogy talán a módszer. A nagy kérdés az az, hogy az elhangzott-e tőled például, hogy bárkitől a csatornánál, hogy figyelj Nóri, mert ez lábra kapott ez a hír, hogy picit te már most elhasználódtál, nem akarunk nagy műsorra használni, maradjál itt, kapod a fizudat, és majd lesz valami. Elhangzott-e ez? Nem, természetesen nem. Ezt a félreértést én is szerettem volna tisztázni. Ördög Nóra természetesen egy gyönyörű, nagyon tehetséges műsorvezető, legalábbis nagyon tehetséges és nagyon alkalmas az ilyen hétvégi nagy műsorokra. Nem is kérdés, hogy ilyen műsorokat kell vezetnie. Erre nagyon jó szó. Soha nem hangzott el olyan, hogy ne vezetne ilyet. Természetesen az viszont elhangzott, hogy idén ősszel nem még hozzá az ő kérésére, és mivel ugye közös tapasztalatunk van már abban, hogy ha ő gyereket szül, azt ő hogy szeretné csinálni, pontosan tudjuk azt, hogy és tudtuk azt, hogy ő egy évig körülbelül nem szeretne utána dolgozni. Az nem teljesen stimmel egyébként, egyetlen egy hallgattalak benneteket, amikor Nórival beszéltetek az előbb, az nem teljesen stimmel, hogy hát az X-faktor az május óta vagy június óta forog, és abban nem lehet bekapcsolódni, ezt Nóri is pontosan tudja, ráadásul erről konkrétan beszéltünk is, hiszen van ez a megoldás, a világon több helyen volt, nálunk is szóba került már korábban, hogy valaki az élőadásokba kapcsolódik be. És természetesen Nórinak ez a lehetősége is meg lett volna. Innentől kezdve 2-3 hét különbség van az ő új feladata és a régi között, tehát azt gondolom, hogy ez az érve nagyon gyenge. Az X-faktorban is ott lehetett volna az élőadásokban, hiszen akkor a gyereke már 3 hónapos lett volna, nem pedig 4, hogyha, és azt gondolom, hogy a 3 hónapos vagy 4 hónapos, ez nem nagy különbség. Aha. Szóval Nóri kérése az akkor, hogy ő ne dolgozzon? Hát az az őké, természetesen, aha, az az ő kérése volt, megtisztelt azzal, hogy azt gondolom, hogy az első között voltam, aki tudta, hogy megint terhes, és ennek nagyon örült, el is mondta kettőnknek, kettőnkkel futott össze, amikor bejött és ezt elmondta, és akkor már azt megbeszéltük,
hogy akkor a következő egy év az úgy zajlik, hogy a tavasszal még a szombatesti lászt meg tudja csinálni. Péter, hogyha, majd... bocsánat, ezt, akkor én értettem is ezt a történetet. Ha Nóri úgy megy be hozzád ebben az esetben, hogy nem a felmondását teszi le, hanem azt mondja, hogy Péter, megkerestek engem a TV2-től, van egy ajánlat, ami szakmailag is érdekes, és sokkal több pénzt adnak, tudnánk-e beszélni valamiről? Érted, hogy mire gondolok, ugye? Tehát, hogy tudnánk-e beszélni arról, hogy van egy olyan műsor, amit rám bíznál, és nagy műsor, esetleg a pénzen emelni. Te akkor belemész ebbe a játékba? Nézd, a Nóri 13 éve az RTL arca. Nyilvánvalóan az egyik legfontosabb arca és legfontosabb műsorvezetője, aki ráadásul a nulláról kezdte itt a karrierjét. Ez egyébként senki más, még Balázsra sem mondható, hiszen mindegyiknek volt már más karrierje. Hát én már profi volt, még oda ment. Az interneten ennek meglehetőek néhány. Na szóval a Nórinál más a helyzet. Ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogyha valaki jön és ezt mondja, akkor mi mindent el fogunk azért követni, hogy nálunk folytassa a pályafutását, és megpróbálom, én ilyenkor mindig megpróbálom megérteni, hogy mi az, amit a másik szeretne, mi az, amiben jól érezni magát. Egy műsorvezető csak akkor lesz jó, ugyanis ha jól érzi magát abban, amit csinál. Ezt a lehetőséget 13 év után egyáltalán nem kaptam meg. Ettől én mélységesen csalódott vagyok, és azt gondolom, hogy nagyon sokan azok vagyunk az RTL-ben. Bocsánat, hogy a szabad vágok, Péter, még úgy is, hogy a Nóri elmondta, hogy gyakorlatilag ő már egy kész döntéssel ment be hozzá, tehát hogyha ebből indulunk ki, akkor gyakorlatilag egy üres gesztusról lett volna szó, hogyha téged beavat. Hát néha egyébként a gesztusok is számítanak, azt gondolom az emberi kommunikációban. Én ezt nagyon tudom ám. Ez az egyik dolog, de van még valami. Tehát, hogy a Nóri azt is elmondta, nekem is többször hangsúlyozta, hogy mi voltunk az ő családja. Az ember, hogyha először is az ember tudja, hogy a családjának mikor van rá szüksége, és amikor az embernek úgy érzi, hogy a családjának szüksége van rá, akkor így is viselkedik. Nem hagyja faképnél egyik pillanatról a másikra. Akkor sem, hogyha ő úgy gondolja, hogy én nem vagyok olyan nagyon fontos ebben a családban, majd megoldjátok. Ez cserbenhagyás. Ez nem más, mint cserbenhagyás. Tehát téged emberileg érint elsősorban ez a dolog. Nagyon mélyen. Szakmailag természetesen kevésbé, természetesen szakmailag a helyzet megoldható. Nagyon jó műsorvezetők vannak az RTL-en. Biztos, hogy nagyon, nagyon jók lesznek. Tehát ez nem egy szakmai kérdés. Természetesen el lehet menni másik csatornához. Nyilvánvalóan mindenki tudja, ősszel mi nem is számítottunk a Nórira az előbb elmondottak miatt, tehát nem okoz szervezési gondot a következő hónapokra, nem erről van szó. Emberileg viszont engem ez nagyon mélyen érint, és nagyon-nagyon-nagyon csalódott vagyok, és egyáltalán nem számítottam rá, hogy pont Ördög Nóra teszi ezt meg velünk, és meg kell mondjam, a legtöbben ugyanígy éreznek az RTL-ben. Hát, de ugye az emberi érzéseket mennyire lehet, vagy kell ebbe belekeverni, az is nem én kezdtem pedzegetni, ami volt találkozott. Akkor tulajdonképpen az fáj, hogy elment, vagy az, ahogy megtudtad, vagy megtudtátok, hogy elmegy? Az fáj, ahogy elment. El lehet menni mindig mindenhonnan, de nem így, és nem most, azt hiszem. Neked jelezte Nóri, nyilván ezen a megbeszélésen ti vagytok ott, hogy megcsömörlött, más szeretne, csináljunk más műsorokat, merre menjen a karrierje, bármi olyat, ami arról árulkodott? Mert nyilván elmondja, ez a saját fejében zajlott el ez a döntés, csak kérdezem én, hogy volt-e bármiféle beavatás? Nem, ezt nem jelezte. Természetesen ugye van a másik projektje, az Angyalműhely, ami neki fontos az utóbbi években. Ő tudta, hogy volt egy állandóan élő ajánlatunk azzal kapcsolatban, hogy azzal kapcsolatban ő csináljon valamit az RTL-en, vagy az RTL2-n. De hát a részünkről ez is természetesen kvázi azért, már bocsánat, függesztődött fel, mert hogy Nóri most éppen terhes, és babája lesz, majd erre visszatérünk, hogyha már megint munkaképes. Összesen erről volt szó, mint másról, de egyébként egyetértek Nórival abban. Ő hétvégi showműsorokra azokban a legjobb, neki azt kell csinálnia, tehát nyilvánvalóan ezért sem beszélgettünk másról az elmúlt időben, sem őnek, nem lett sem nála, nem merült fel sem nálunk, hogy más csináljon, mint ezt. Oké, Péter, megkérdeztünk mindent szerintem, ami még nem hangzott el, meg így a két felet, még szerintem egyszer nem is hallgatták meg igazából sehol, mindenki nyilatkozott, mondott valamit, de örülök, hogy megszólaltatok, neked is, én Nórinak is köszönjük szépen. Péter, köszönjük. Én is köszönöm. Ciao, köszönjük szépen Kolosi Péternek, az RTL program igazgatójának, hello.
Szerintem ez így tiszta, hogy mind a két fél megszólal, nem? És mindenki elmondja. Ez így korrekt Ez így korrekt. Na, drukkolunk Lórinak. Lehet, hogy ennek kellett volna előbb, vagy ilyen kis párbeszédnek lehet volna megtörténni előbb, és mondjuk ezeket, mert hogy egy érzelmi alapú dologról van szó, hogy a Péter is elmondta, elsősorban az fájt neki, ahogy ez az egész megtörtént, kicsit úgy érzi, hogy ezzel az elintézésem oda nem volt elég fel a Nóri. Én csak azt nem értem, hogy tényleg, hogy ez miért így a nagy nyilvánosság előtt történik. Miért nem lehetett volna ezt négy fal között elintézni egymással? Hogy így, hogy most az egész ország ezen csámcsog. Hát, mert nyilván, ha a Nóri bejelenti, hogy átmegy, arra az RTL-nek kötelessége reagálni, a nyilván a TV2 is kiadott közben. Ez csak a műsorvezetőnőre és ránk tartozik. Ezt mindenkinek a saját erkölcsi mércéje szerint kell eldönteni, nem ítélkezni, meghallgattuk mind a két felet. Én feltettem azokat a kérdéseket, amik érdekeltek engem, aztán mindenki dönt. Én nagyon sok sikert kívánok a Nórinak, meg az, hogy legalább ennyire jó, szép karrierre legyen, mint az RTL-nél. És hát látva az ottani műsorvezetők áldát, erre minden esélye megvan egyébként, hogy ebben a műsorban, tehát ebben a kategóriában szerintem a Nóri ott is a legügyesebb lesz, amit ő csinált az X-faktorban. Tehát ebben ő nagyon ügyes. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 7 perc ellen, 3 kilométeres sor Szeged felé az M5-ös 28-as kilométerénél sövénynyírnak, ezt Ede küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen. Tulajdonképpen 4-es út, itt van, megtaláltam. Pest felé Szajolnál teljes útzár, kamionost mentenek, ezt pedig Gergő írta nekünk. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggel. Találtam itt előttem egy napszemüveget. Nagyon vigyázva oda tettem elébe. Hát ilyet? Nem a régi sajnos, az nem lett meg. A nap is régi nem néz ki viszont. Igen, ez kicsit karcos. A nap legjobb pillanatait mutattuk volna, de elbeszéltük az időt, úgyhogy azoktól elnézést kérünk, akik ezt várták. Ez ritkán szokott kimaradni, most ezt elhagyjuk, mert nagyon megcsúszták. Reggel fél Csabi. 6 és 6 között meghallgathatják. Így van, holnap. Így van. Itt a gyermek. Behoztam a Rómeót, mert ugye beszéltünk róla még a hét elején, hogy kezét törte. Kicsit unalmasak így a napok. Szegénynek, mert főleg nyáron, hát ez kiszúrás. Nem tud strandolni, nem tud focizni, meg hát mindenért rászólunk, hogy vigyázz, ezt most ne csináld. És akkor azt mondta, hogy ezt a pillanatot kihasználna, akkor itt ülne csak. Uh-huh. Megnézi, hogy készül a kívánság. Majd most meglátod, hogy az apád semmit nem csinál. Így semmit. 5 órán keresztül együtt fogunk unatkozni. Igen, amit elhitted, hogy benn mennyi dolgozik, majd nézd meg, hogy feltett lábbal alszik. Jó, anyának meséld el, hogy apa lóg bent. Jó? Hoztam köszön neki egy tabletet azért, hogy legalább ő ne unatkozzon. Mert én halálra szoktam itt unni magam. Egy gyereknek egy kéztörés nyáron, annál jobban nem lehet kiszúrni. Se vízbe, se napra, se hova. Eltöröd kezét, lábát, amíg eltöri valami. Viszket. Ne állj a lépcsőzben, leöklek. Szegénykém. De most voltunk a Hempálban egyébként, mert ugye kontrollra kellett menni, és úgy volt, hogy 4 hét lesz, amíg a kezén lesz. Mondtuk, hogy hát nem lehetne ezt lelövidíteni, hát nem fáj neki semmi, meg hát minden rendben van. És mondták, hogy hát 2 hét múlva leszedik. Már 1 hét eltelt, és akkor összesen lesz így 3 hét. Viszont marha nagy gipszet kapott, utána kell majd gyuratnotok a jobb karját. Le akartuk cseréltetni ilyen könnyítetre, és aztán igen, most ezt van akarom megkérdezni, hogy a gyereken spóroltok, mert hogy már kapható ez a könnyített. De igen, de lebeszélt róla a doki. Ugyanis ez csak egy sín. Tehát nem ér össze a gipsz, nincs körkörösítve. A műanyag, az viszont összeér. Tehát azon belül nyáron főleg ott aztán történik minden. Ez volt az alibiduma, valójában igen, sok gipszet rendeltek. Igen. És el kell valakul. Erről gyereken spóroltok, drága volt. Igen, és azt mondták, hogy 6000 forint lenne, és azt mondtam a Rómeónak, hogy ha ő ezt megsporolja magának ezt a gipszet, akkor ezt a 6000 forintot megkapja. Zseppénzként. Jövőre. Hát 18 évesen persze. Hát igen, ezt berakjuk ki számára. Valakitől biztosan. Igen, sokat kamatozik majd, így el is megkapod. Na jó, figyelj, Romcsi, ne higgyél semmit, itt hülyeskedünk, de megkapod a pénzt, jó? Apát spórol rajta. Tudod, apát spórol, ha nem kapod meg, úgy kapod meg, mint az előző. Emlékszel a tavalyi karácsonyi ajándékra, ugye? Igen. Na, az se úgy jött meg. Még idén se jött meg, igen. Na, de azt nekem mondja, ahhoz nincs közöm. Ja, az is igaz. Az igaz, azt már évek óta nem beszél neki semmi. Hát igen, viszont te írod neki a levelet. Hát a Rómeó tud írni. Ja, már te tudsz írni. Viszont apád nem adta föl a Jézuskának. Hívjuk a naphallgatóját. És kicsit össze vagyok zavarodva, hogy nem volt best of. Van egy ütem, tudod, ami szerint megyünk, és azt se tudod, hogy miről beszéltetek. Rémenes módon ahhoz ragaszkodom, és egy megborul, akkor vége. Mondjad, hogy holnap Füreden leszünk. Az jó, azt mondjuk, mondja. Vézolikával. Jaj.
Na jó, nem. Ez most nem. Holnap Balatonfüred, ugye klassz nyár, Annagóra Aquapark, Sun City. Aha. Mi ebből az Annagóra Aquaparkban vagyunk érintettek, Kassatibi hiány még ott a helyszínen, aztán a Sun Cityben majd délután 17:30 Rúzsa Magdi, Vastag Csabi és Ergó. Ha hűvös van, ha esik a fúj, gyertek, mi ott leszünk. Így van. Így is van. A víz melegít. Ezzel tudunk érvelni. Mi sem maradunk otthon, mi is ott leszünk. Igen, gyertek ti is, ugye 8-ig ingyenes a bejutás, vagy az első 1500 embernek, akik karszalagot kapnak, és egész nap jöhetnek ki. Hát egy négyfős családnak ez elég sokba került, tehát sokat tud spórolni egy család. Ha eljön, 8-ig bárki bejöhet, vagy az első 1500. És mondjad a gyereknek, hogy ne dumálja, hogy hideg a víz, ingyen volt. Puff, már lőket is bele. Igen, és már ugorhat is bele. De nem, most hideg lesz? Csak nem. Már nem lesz 30-as nyár, csak 23-as. Igen, igen. Lesz egy csomó ajándék nálunk, azért is érdemes kijönni. Ott van Kassatibi, azért is érdemes kijönni. Hát meg vézolik a Live Show. Hihetetlen. Gyakorlatilag egy best of-ot fog tolni a vézolika. A legjobb az egyet, amit 4:10-kor színpadra teszük, és 10-ig visszatapsolják folyamatosan, és mindig a Balaton nyomja majd el. Igen. Jól van, fogadunk, még nem kell, nem? Holnap ráérünk, még recept sincsen, kicsit ilyen pénteki hangulatom van. Jó, holnap akkor Balatonfüred, várunk mindenkit. Jó, Csabikám, remek zenéid lesznek? Hozom, lesz a játék, a Forma 1-es játék folytatódik, tehát ma is minden órában lehet páros belépőt nyerni, 3 napra szólót a Forma 1-es magyar nagydíjra, és mindeközben Bajolex újdonságát fogjuk meghallgatni. Képzeljétek el, a srác kigyúrta magát, hát zenei szempontból nem ez a legfontosabb történet vele kapcsolatban, de hát emlékeztek rá, hogy nézett ki, amikor még elindult az Eurovízió dalversenyen, és ő most úgy felszívta magát, elégedetlen, férfiasodott. És rocker lett. Lett tetoválása meg minden, a zeneileg nem lett rocker, viszont zeneileg is sokkal érettebb lett. Tehát olyan, mintha ez a gyúrás így rányomta volna magát vagy a bélyegét a zenére is. Egy nagyon-nagyon érett dalt hozott, az a cím, hogy Hé Budapest. Tehát tényleg a kedvesemhez képest, amit nagyon nagy sláger volt, de hát sokan szerették, de hát azért tudjuk, hogy nem volt szakmailag olyan nagyon-nagyon húzós. Ez viszont az. Hallgassátok meg, ajánlom. És most már kritizálni sem szabad, mert letépi a fejünket. Hisz kigyúrta magát. Igen. 2 perc van pontosan 10:55-55-00. Ez Csabi telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.